Mindenkit, ez itt a GTA 3, csak nem pont olyan, mint amilyennek lennie kenne, hanem, vagy hát pont, hogy olyan, amilyennek lennie kenne. A Rockstar nem így csinálta meg sajnos a játékot, de valójában ilyennek kenne lennie. Egy valami, mondjuk nem tudom, hogy hogyan kell automata menteni. Arra majd rájövök talán. Van benne automata mentés. Hát max nem. Oké. Okay. Ez judó, ugyebár? Ne. Sajnálom, kedvesem, de tudod, én nem tudom. Kicsit felveszem majd a játék hangerét szerintem. Ugye a szinkron eléggé forsul van balanszolva. Mit úgy érted, hogy eléggé fos. Ja. A rendőrség nagy erőket mozgósított, miközben a város lakossága döbbenten áll a támadás előtt, amely a ma reggeli órákban ért egy rendőrségi konvoj. Nem rendelkezünk részletekkel a szállított foglyok kilétét illetően, és eddig még semmilyen csoport nem vállalta magára a támadást. A szokványos szállító konvoj ma régóta van hozzá. Ez csak most lett ilyen, hogy nem elég szerintem, hogy küldetéseket is variálgat ez a kettő bandulás. Egyes feltételezések szerint a foglyok közül... Köszönöm, az egy dollárt még kilosságos. A bűnözők személyazonosságának megállapítását nehezíti, hogy a rendőrség központi számítógép ellen hacker támadást követtek el. A Porter alagút építésének késlekedése, valamint a híd sérülése miatt Portland a város többi részétől ideiglenesen el lett zárva. Elgondoltam, tök vicces lenne, hogyha random lenne így a szinkron. Ó, oh, bocsánat, az a bácsival mi történt? Szenyor faszfej! Gond nélkül kicsinállak ám. Aztán sajnálkozhat, bazd meg. Rendben, menj! Egyre jobb. Viszont azt továbbra is tudom, melyik gombbal kell automata menteni, majd megnézzük. Talán F12. Nem tudom. Azt miért nem randomizálja? Ja, mindig egy másik gombbal kell. Ó, mentőautó. De még szerintem nem ez. Vagy várjál, most megint megkaptam az első küldetést. Nem, jól van, oké, azt hittem. Bassza meg, szarban vagyok. A feleségem eltűnése feltűnt. És az első küldetés az a bitchin dogfood-os lesz. Belementem a találkába. Ő úgy gondolja, kifizetem, én pedig azt gondolom, Liberty kutyái ebben a hónapban új ízekkel gazdagodnak. És most valamiért pont Cloud Speed-et kaptuk meg, nem tudom. Ó, oh, mégsem. Felkező field. Milyen csodálatos a mozgás kultúrája. Szerintem azért szaggat így az elején, mert összes szart most töltegeti be. Vagy nem tudom. Nem tudtam megoldani ezt a szaggatást. Toys van. Jó. De egy idő után jobb lesz, nem tudom, furcsa ez, nem tudom, hogy működik. Csak az elején baszakodik egy kicsit, aztán jó. Vagy lehet, hogy az, hogy közben... Az a térrepülőgépje. Vagy lehet, hogy az, hogy közben videót is töltök fel, az baszkorálja. Egyébként jó a kép, mert most ezt meg se kérdeztem. Én. Tessék, mert hogy nálam? Mi? Igen. Aha, ja. Ja, jó, okay. mert most egyszerre fel is töltök. Ups. Meg itt volt egy vonat is. Állj, páncél. Ezt elveszem. Elvisz a kurva kocsiba, bazd meg! Ó, még egy repülőgép. Ajaj. Oké, okay, hát féltem pont. Hello. Hopp, várjál. Ja, hogy... Mi fasz? Nem, ez nem az a feleséges küldetés? Miért van ott? Ja, hogy az is randomizálva van, hogy hol vannak a dolgok. Ja, nem! Az? A fasz, nem, várjál, nem. Szervisz, akkor...
Ja, az asszony szeretőjét! Jó, oké, ez a lover, jó, oké. Elnéztem, azt hittem, hogy ez az, amikor az asszony kell felvenni. Az asszony szeretője, a vénasszony. Jól van. Picit felveszem a hangot, ugye ez folyamatosan arról fog szólni, hogy állítgatom a hangerőt. Mert vagy túl hangos, vagy túl halk. Akár csak amikor filmet nézel. Igen. Az Isten fazát, túl sok repülőgépet kapok itt. Ez nem jó. Oké, pont átfértem. És akkor hol lesz a következő küldetés? Azt nem vágom. Tehát most ez egy első alkalom, hogy ezzel játszok. Mindjárt kiderül. Persze öreg néni van, úgyhogy... Ja, ne, beragadt? Nem mozdul, mi fasz? Hát, ennyi lett volna az... Na, várjál, most megindult. Nem, megy. Most indult meg az előbb. Gondolkozott szerintem. Lehet is szar... volt. Terror támadás érte a főszállást. Minden egység azonnal válaszoljon. Főszállás? Menj a telefonhoz a Belvi Park nyugati részén. Ja, hogy ez így működik, vágom, tehát így... Kirak téged. Melyik a mentés? F5, F4, nem? Vagy várjál, ez automatikusan mentett? Nem. Hogy a gyászba kell menteni? Szóval ki tudja? Mert mégis el tudok menni most menteni, de elvileg van automata mentés. Vagyis hát várja, hogyha automata mentés, akkor az automatikusan kellene, hogy mentsen, nem? Gyors mentés? Azt írja, hogy autosave will no longer break after completing Kingdom Come. Tehát akkor ezek szerint ment. De azt hogy kell? Hát hogy el kellett volna olvasnom a leírás, de hol van itt leírás? Hát... Nyomj végig minden gombot, mi baj történt? Hát, és hát végül is. Először elmegyek menteni egyet szerintem. Ó, de jó, valamit letekert a Twitch, nem tudom mit csinál ez. Teljesen széthullik. Ne tekerj le. Jó. Ne. Gazdálkodni a monitorokkal nem egyszerű. Na. Jó. Jó, hogy nekem csak egy van. Király! Meg nem bocsátanás! Milyen gomb lehet az? Print screen? Nem. Az nem ment. Hol van itt fegyver is? Figyelj, érzékeny az egér, úgy érzem. F9, nem. Keres egy jó helyet, amint eldődül az első lövés, én megindulok befelé. Azt a hangot játszotta le az ajtózárás helyett. Hát, ja, de nem... De nem. És hát végül is nem. Gyere csak ide. És jaj, de furcsa, igen, vannak kivéve azt a részét, hogy nem. Vannak sportkocsik itt Portlandben. Ó! Hatsza! Yakuza Stinger. Na mi lesz a következő küldetés? Szerintem... Auschwitzban volt egy mai mentés. És tényleg igazad van. Azt nem figyeltem. Jó, hogy ti tudtok olvasni. Ó, de milyen érdekesen néz ki a néni bácsi, nem tudom valamelyik. De ez már nagyon sok néni bácsi. Bécsi. El fogsz bukni, de talán mégis segíthetsz nekem megoldani a problémát. Persze, ha nem sikerül, a szégyen a tied. A Yakuza Kambu előbb vállalt átszállás, de a családunk nagyra becsült tagja. Szabadíts ki, és utad el Giorgio-ba a Bad Fun Point-on. Dodjon be a Deadpoint-ponton.
Oké. Okay. Jó. Hát ez lesz a... A Kambu Bust Out, oké. Okay. Ott egy mentőautó. Atca! Ad ide. Hogy fog ki rendőrautót találni? Mert hogy... Szerintem a rendőrségen nem az fog parkolni valószínűleg. Hanem legalább utasra állítom. Ja. Ó, ott egy Yakuza... Yakuza perennial, nézd csak. Az kell. Anyád, ez lenne a legmenőbb, az meg banda autó. Yakuza perennial. De kurva jó. De amúgy nagyon gízda. Az nem Donald Love volt, az... Aha, izé. Az Ray volt. Az ajtókra... Ezt el tudom vinni? Nem. Nem tudom elvinni. Hoppá! Ott ide! Dör autó volt. Nem én voltam. Ott egy tank volt. Megint. Lehet nem kellene neki mennem. Miért? De persze, hogy nem rendőrautó van itt. Kurva életbe. Picsába. És hogyha, várj, nem tudom elhozni esetleg azt a... Az ott mi az a kék? Lehet, hogy van itt is savatos autó, hát el tudnám hozni esetleg. Nem tudok beugrani. Mióta vagy fiam? Mióta kezdődött a küldetés, azt hiszem. Hát akkor azt hiszem az utcán kell, hogy találjak egy... Ja, és hogy ja, kaptam egy üldözöttségi csillagot, mert majdnem elütöttem egy savatos bácsit. Tetszik, milyen sok hajó van. Nekem a vonatok a kedvenceim. Igen, az is jó. Meg hogy ott az ajtajaikkal történnek dolgok. Hát meg... Tetszik ez a szín összeállítása. Ajaj. Shotgunja volt. Majdnem meghódtam. Ez nem shotgun volt. Szeretős bombát rá. És elkértek $1000, hogyha nem lett volna $1000, mondjuk ez az első küldetés, akkor most keresnem kellene még pénzt is. Vagy ha ez felrobban, akkor szoptam. Szerintem ne robbanst fel. Ja, nem is tudom, hogy, ki tudnám egyetlen javítani. Mondjuk a safe house az mindig elérhető, akkor is, hogyha nem oldottad fel a szigetet, úgyhogy végül is jön. De muszáj felrobbantanom. Itt ennél a falnál. Minden azért gomb random lenne, és akkor kell találnod, hogy melyik az, amelyik felrobbantja. Amúgy igen. Nekem azt tetszen a legjobban. Amint eldődül az első lövés, én megindulok befelé. Hova is kell ezt finni? Ja, valahol vidé. Igen. Ja, vele először, meg kell rázni a rendőröket tényleg. A picsába. De nincs is pénzem, hogy lefestessem, tehát akkor muszáj vagyok csillagokat felszedegetni. Beírni, hogyha olyan. Vagy azt, igen. Az is szóba jöhet. Itt van egy csillag, azt tudom, de hol van még? Áj, hol van az eset? Nem, az sincs itt. Nem itt van. Anyád! Remélem, azok is randomok.
Tényleg, baszki, az is random, most jutott eszembe, igazad van. Mondjuk ez itt van. De azt tudom, hogy volt ez a sikátor, ahol át tudtam menni Portlandben, az is... Ott is véletlenszerű volt, hogy mi a pickup. Van még itt valahol egy, azt hiszem. Közelben. Talán. Ja, tényleg! Aj, de hülye vagyok, a rendőrség alatt lett volna egy. Megyek fel, szerintem. Megyük vissza a rendőrségre. Senki nem gyanakszik rátok. Igen, csak úgy valakit parkol egy hajót, ez teljesen normális. Nem tudom, majd meglátom, még nem döntöttem el, ezt mondom, hogy sose döntök el semmit előre. Ó, oh, de jó, nem az, ez egy, mi ez? Baseball ütő. Baseball ütő? Az a, nem sokat érek. Csodálatos. Meg egyelőre nem tudom, hogy... Hogy lesz-e még... Más is, de lehetséges. Látok menni? Oh, ez az jó. Baszki! Valonnan kéne $400! Hogy fogom lerázni ezeket? Csillagok nélkül. Ez bizony... Magyarul kell szedni a városban, amíg nem találsz csillagot. Hát az lesz, mert hogy máshogy konkrétan most nem tudom. Csak ha nem szerzek pénzt. Kenne $400. Hogy lefessem az autót. Mi nem lehet egy szüneteltetni küldetés? Jó, bocsássak, várjátok egy kicsit. El kell menjek dolgozni, majd jövök. Igen. És addig ott állnak a rendőrök az autót mögött 6 méterre. Tudok még egy helyet. De nem biztos, hogy most tehát kurva nagy mákam volt, hogy ott egyetlen egy csillag volt, de megnézem, hogy itt mi lesz. Vagy lehet, hogy csak ilyen random pick-up-okat kellene keresni. Á, ez az rakétavető, nagyszerű. Lehet végül is... Ez pont tökéletes. Elhozom, miért ne? Ó, egy darab, picsába. Smucik disznó. Ez is rendőrautó egyébként. Rendőrök is random autóval jönnek. Ez kellemetlen. Oké, megoldottuk. Azok is rendőrök. Nincs itt, itt van egy ilyen csillag eredetileg. Ha megtalálom. Persze, gránát. Nagyszerű. Ja, hát tényleg. Értem szerint. Elég hamar elakadtunk, azt kell, hogy mondjam. Van egy ötletem. Ha felrobbantok valamit, akkor kapok elég pontot szerintem. És akkor lehet, hogy le tudom festeni az autónak. Vagy elég pénzt. Hát azt fogom csinálni. Nem tudom, mennyi pénzt ad mondjuk, de megpróbálom. Még ezt a kettőt itt felrobbantam, és akkor nem lesz semmi autó, amit megjavíthatnék, de majd ezt szerzek. Ott itt, várjál, ott egy csomag. Az mennyit ad? Ah, ez az. Ah, tökéletes. Megvan. Megoldottam. Szállj be! Ne, el fogja baszni. Ne, szállj be! Fú, jó van, meg vagyunk. Jaj, ne! Ü! Miért nyomtam én meg az ü betűt? Jó, oké. Mert ment a felvétel, ü betűre van akkor a felvétel. Nincs is elég helyem, hogy felvegyek, úgyhogy most muszáj vagyok leállítani. Ez az! Megcsináltam. Ó, ez az Yakuza Toys-ben. Kiváló. Az bizony. Úgy bizony, de. Ne play. Y-vitamin, mert Yakuza. Y-vitamin hiányom van. Azért vagyok ilyen fáradt. Jajjaj. Nettó. De hol találsz itt Magyarországon Yakuzát, amit megehetsz? Hát... Találkozzuk a nyilvános WC-ben. A parkban. Jó. Király 4000 dollár. És akkor odarak a... az eredeti küldetés végének a helyére. Ezt tetszik. És ugyanannyi pénzt kapsz, mint az eredeti küldetésért.
Ó, oh, nincsen rendőrautó sem. Akkor bizony marad ez. Még tökre mindegy, nem is tudnám, hogy kellene, mivel nem tudom, hogy mi lesz a következő közés. Ott volt egy Yakuza karteles autó. Ó, oh, Yakuza jégkrémes autó. Oha! Azt... Tehát, hogy... most nem mondom, hogy gyanús, de... nem biztos, hogy kérnék olyan jégkrémet. Ó, oh, ott egy pick-up, ezt felveszem, mi az. Kartelek is vannak itt az utcákon, ez nem... nem. Ó, oh, egy Molotov koktél. Ó, oh, van shotgunom is, hogyha kenned, de úgyse fog kenni szerintem. Ja, meg meg el van mentő, úgyhogy akkor mehetek a következő küldire. Sír. Alig várom a pontot, amikor is random szép. Jázzál nekem, Misty, ne idegesíts fel! Ja, jó, azt hittem, hogy jön az a küldetés. Hát, az én kedves tisztogatóm. Büszke vagyok rá. Mire vársz? Elpucoltad a szart. Amikor teljesen szétesik az egész játék. Mielőtt nekiállunk ünnepelni. Van egy kocsi Luigi klubjának a környékén. Ez az elpucoltam a szart. Segítettünk egy faszinak, hogy megjöjjön. Ah, ez a Chaperone küldetés. Vidd el az úzdába, mielőtt rátalálnának a zsarok. Portland Park. Itt bizony nincs jármű. De itt már van? Szép narancssárga. Vagy... az. Nem tudom. Olyasmi. Nem ismerem a színe. Vá, vá, vá! Nem, mint hogyha valami másfajta hajó lett, másfajta jármű lett volna a vonat helyett. Nem kizárt. A mennek a sínen egy izéval. Hajóval. Egy szállítógéppel. Vagy egy hajóval. Ja, az se rossz. Ilyen összeláncolt kempingekkel. Elég sok idő lehet, mire aszfaltos úton elhaladsz hajóval a város egyik végéből a másikba. Hát csak úgy két év. Egy Salvatore azt hiszi, hogy te kúrogatsz engem a háta mögött, ezért odadobott téged a kártelnek, hogy megállapodhasson velük. És a legrosszabb... az én hibám minden. Én mondtam neki, hogy összejöttünk, de ne kérdezz miért, nem tudom. Ha lejra ítéltem a fia, ne kell lépned. Én pedig nem bírom tovább, hogy ez Hermione magyar hangja? Igen, az. Megbízhatunk benne. Gyerünk elég a dumálásból. Jobb lesz lehetünk, mielőtt hiányozni kezdenétek ezeknek az idegbeteg olaszoknak. Erre hogy vették be? Nem tudom. De ja, ő az, ezt beszéltük is, nem? Nem tudom. Hirtelen akartam mondani a nevét. Horváth Jenő? Horváth Jenő, az az. Understand the world, have a great day. Két darab Misty test és mindkettőn más fej van. Imádom. Asukával beszélnünk kell. Nem vezet körbe? Kell neked egy hely, ahol elrejtőzhet. Van egy raktár belvé peremén, van ott minden, amire szükséged lehet. Gyere itt a lakásomba, ha készen állsz, beszélgetünk egy kicsit. Ez gyönyörű. Gyere vissza a lakásomba, ha készen állsz, beszélgetünk egy kicsit. Ülj-e, kölyök. Ülj le arra, kurva. Szóval a mosodat nem fizett a védelemért, he? Triád azt hiszi, baszakodhat velem? Tanítsuk meg ezeknek a tökös gyerekeknek, mit értünk mi tökösség alatt. Tanítsuk meg, mi a tisztelet. Gyerünk, fiaskám, kapjuk el. Sajnálom, mama. Az az arc. Igen, mama. Nem nyugodtalja a lelkét, nem szarakodna holmit Triáddal, Sziciliában. Azt akarom, hogy pusztítsd el a mosoda furgonyait, és taposd el minden Triád férget, aki az utadba kerül.
Egyból ellát mindennel, ami csak kell. Remélem, így fog kinézni a játékban is. Ó, sajnos nem. Ez így tök szar. És egy baseball ütő volt, nem? Aha. Van még rakétavetőm? Ja, van még, egy van. És meg elhasználhatom végül is. Ajaj, rendőr bácsi. Ott is van egy. Ez közel volt. Mi volt közel? Hát egy majdnem kihúzott az autóba. Remélem, hogy nem egy tank lesz majd az utolsó, akkor ezt beszoptam, akkor kell egy lángszóró. Ezt csak azzal lehet megállítani. Vagy egy másik tankkal. Bár még azzal sem szerintem. Két tank összecsap, akkor így vége van az univerzumnak. Ó! Oh. Igen, itt van vége ennek a küldetésnek. Ó, oh, lila taxi. Anyád! Lángszóróval a rendőr! Jó! Teljesen életszerű. Menjünk Luigi küldetést csinálni. Tök mindegy, hogy végét veszem fel, úgyis random az egész. Luigi. Legyen kész ez is. Mi lesz ez? Strici szivatás. Igen, tud... Ó, oh, ne, várj! Mire gondolok? Oh, itt a gyerek, akiről az előbb beszéltem. Rendben, figyelj, ez a manus nem olasz. Hallod, ez úgy néz ki, mint ez, mint drog. Hol a babaolaj? Tony Cipriani vagyok. El kéne szépen vinni az anyja éttermébe, Szent Márkba. Most figyelj rá. Éttermébe? Amihez jó sofőr kell. De meg azt te befejezted végül is akkor? Micsoda? A... ezének a végét. Ne, hagyjon! Én nem néztem végig. Mármint a... mármint... ja, a filmet ezt nem néztem végig. Ezt 1.18-nál abba hagytuk. Ja, tényleg még fel is írtuk. A gyanúsítottnak fegyvere van és veszélyes. Oké. Okay. Ajaj. Yakuza Idaho, vagy mi az? Ja, nem. Yakuza minden. Yakuza rendőrautó, Yakuza pénzszállító, így Yakuza uralja az egész várost. Yakuza tank. Miért lett két csillagos körözöttségem? Én ezt nem vágom. Ez random? Vagy mi fasz? Na bazd meg! Minden még lefestem a kocsit. Nem... mikor kaptam én két csillagos körözést? Csak a küldetés elején lehetett. Nem úgy születtem. Lehet, hogy az, ami lejátszódott, az adott nekem körözést, ez a hang, mennyi azt mondtam. Nem mindig. Lefestem. Ha a szinkron is random lenne. De hát a szinkron is random. Átvezetőkben értelemszerűen nem lehet random a szinkron, de játékban random a szinkron is. Tehát ilyen random hangfájlokat játszik le. Ez mondjuk későbbi játékokban jobban működik, mert ugye akkor többet szövegelnek a karakterek játék, tehát így átvezetőkön kívül, és leginkább San Andreasban. Kíváncsi voltam erre, hogy ez hogy működik. Ez a GT3 randomizer. Rambomizer. Hát itt is, ez is random lesz ez a szöveg. Nem így kellene beállni, hanem valahogy inkább normálisan. Minden egység legyen figyelmes! Elszólt pornó magazinokat jelentettek a portlandi körzetben! Jó. Értelemszerűen ugyebár. Mhm. És a triádok is egy két random NPC most. Triászok, bocsánat. Viszont három kar közülte.
szeretjük, úgyhogy kapjál fel valami snukkert. És hát végül is. Jaj, nem szabad váltogatnom a kamerát, mert fog mindenki nyavajogni, hogy nyíj, váltogatni a kamerát! Mert epilepsziásra hallottam mindenki is. Annyira hozzászoktam, nekem fel se tűnik. Szólj majd rám, hogyha esetleg baszkurálom a kamerát. Jó. Nekem sem fog feltűnni, ezt már most elmondom. Van egy ilyen intézetben mindjárt. Legyen telefonhoz a Melvin Park nyugati részén. Keres egy jó helyet, amint eldördül az első lövés, én megindulok befelé. Ez minden küldetésben nem van ez a... izé. Ez a voice line. Úgy hangzik. Ó. Oh. Miért vagyok itt? Mi a fasz? Ez olyan hát, random hely. Jó. Ja, ez a Pump Action Pimp lett volna, de annak úgy konkrétan nincsen befejező helye, mert hát ott van vége, ahol kinyírod őket, de nem vágom azért, hogy miért ide rakod, na mindegy. Pimp Action Pump. Pimp Action Pump, azt mondtad? Nem tudom, lehet. Tetszik. Jobban tetszik ez a cím. Nem emlékszem rá. A zsernyákbár. Zsernyákbár, zsekáliak. Ó, ez az utolsó küldetés. És ezért vagyunk az öreg faszi a rabszállítóból. Börtönszállító. Esett végül is. Rákötik a smartra meg a kis szadára, és akkor elszállítjuk az egész börtön. Elhúzzák az Azkabánt, az meg nem. Hogy hívják az? Alcatrazt. Majdnem. Hát végül is ezének a magyar hangja van itt van, te. És hát végül is. Vagy visszaszerezni engem? Csak hogy van egy rossz hírem számodra, én most legszívesebben itt helyben szívem. Mi furcsa a szája, valamilyen nem stimmel. Te múj penyito amigo, ahogy szoktuk ugye mondani is. Tehát egy orosz akcentussal mondta. Kalmas fiú vagy. Te nem tanulsz semmiből. Bennem nem lehet megbízni. Nyírjátok ki ezt a barbot! Nincs is fegyőre kezében. És saját magának behúz ennyit. Az az. Ezt én is így szoktam. Ajaj, van ezeljük. Lángszoroljuk. Bazd meg! Úgy gondolod? És az ott nem páncért. Ajaj. És ez egy Yakuza FBI-os autó. És kurva gyors! Miért ilyen gyors, hallod? Mi a fasz? Anyád, ez normálisan is ilyen gyors? Ja, lehet, hogy ez normálisan is ilyen gyors, csak nem... Mert ugye igen, az FBI-os korom az gyorsabb elméletileg. Kövess helikoptert. Én szerintem elmegyek egy... Ja, bocs, megint csinálom. FBI-os Yakuza. Elmegyek egy repülőgépért. Megoldjuk. Ó! Oh, el se kell mennem repülőgépért, hallod? Meg is van. Probléma megoldva. Mert hát... Ez idő, csak úgy az utcára felszedsz egyet. Viszont most muszáj vagyok kapcsolgatni a kamerát, hogy ne legyen előttem fordulom. Fel kell szállnom valahogy. Majd. Csak megfordulok először. És ezzel a fos tartálja jellemzően olyan kurva könnyű ugyebár felszállni. Még tök jó, mert még a... Ezért karták még nem is gyűlölnek, és nem is lőnek rám ilyenkor, mert még a játék elején vagyunk. Ja, de lehet, hogy mégis. Nem tudom, mindegy. Lehet, hogy kicsit lassú vagyok. Megoldjuk valahogy szerintem. Ajaj, jött egy tank. Sosem értettem egyébként ezeket az indokolatlanul rövid szárnyakat. Amúgy szerintem most simán felről is robbanthatnám, de nem akarom, mert még tovább kell játszanunk a játékot. Tehát lehet olyat, hogy... Ó, basszus, nem szereztem magamnak páncélt, szerintem meg fog dögölni. Akkor várj, akkor van egy ötletem. Hogy is kéne ezt várjál? Próbálom felrobbantani hátha. Nem fagy ki, remélem. Szerintem el is nyomom majd az átvezetőt valószínűleg. Oké. Okay. Mert hogy nem lett volna elég életem.
hogy ezt megcsináljam. Elfelejtettem szerezni páncélt meg ilyesmit. Viszont ezt nem tudom most még elnyomni. Tehát remélem, hogy nem fagy ki. Reméljük, hogy most nem fagy ki. Bár megtörténhet. Én remélem, hogy ez nem bassza a játékot. Tehát, hogyha újra töltöd a játékot, akkor remélem, hogy ez működni fog. Most lehet, hogy elkúrtam az egészet. Hát majd kiderül. Egyébként mit akartam mondani? Felejtettem, de hát tudod, hogy van ez. A robbanások zajától a közeli lakosok... De majd elnyomom a kreditset. Önkolgár megsérült a tűzharc miatt kitört pánikban, ami a földi erők... Mondjuk volt már olyan, hogy sose fagyott ki tőle a játék, de előfordul néha, szóval... Mert hogyha így csinálod, akkor kifagyhat a játék nagy eséllyel. Viszont reménykedem, hogyha betöltöm, akkor utána jól lesz, de nem biztos lehet, hogy elkurva, amit a játékban is kezdhetem előről. Jaj, jó lesz. Illetve, hogy nincs semmi nyom, ami megmagyarázná a mészárlás indítékát. Ó! Ó, de jó! Elvágta! És $0, ne idegesíts meg, mi a fasz? Mi? $0? Az fura. De hamar vége lett, mi a fasz? Így félbe vágta, hogy a kreditset lesz játszotta, érdekes. Na. Lehet, hogy rájött, hogy te várjál, valamit még mintha akartam volna. Na mindegy, én ezt kihasználom és megyek a következő küldire, nem, remélhetőleg ez nem okoz majd gondot. Hát a softlockolt. Ja, remélem. Az jó lenne. Na mi lesz ez? Búcsú melek Lícsongtól. Ja, tényleg majd meg kellene majd csinálnom a telefonos küldiket is. Amik szinte mások lesznek. Egy öreg haverom a seregből Rockfordnál üzletel. Együtt voltunk Nicaraguában. Ja, ez az a készülkében. Amihez értett. Pár rohadék kartelesz szemétkedett vele tegnap. Megfenyegették, hogy majd visszajönnek és elviszik az árukészletét. Segítség kéne neki. Cserében árenged bét, ha akarsz venni valami cuccot. Magam mennék, de a rohadt is játszom. Megint szarakodik. Úgyhogy sok is. Jó. Menjünk. Nincsen semmi járművem. Kenne életerő, meg... Ja, az mondjuk ott lesz spánkél. Ja, de lehet, hogy random lesz az is. A picsába. Akkor megyek az ammunitionbe szerintem. Bár nem sok pénzem van. Ammunition. Ó, ezt felszedem. Az extra pénzt. Én is. Tehát meg kizsalok a WC-re. Helyes. Burp. Ó! Oh! Oké. jó. Szerintem... Ja, nem tudok egyet se elvinni, mert nincs pénzem. Rendben. Nem az, nem arra értem, hogy gondot okozna, hanem... Na bazd meg, hát ilyen nincs. Most az... Kész. Egyszerűen ilyen nincs a világon. Tehát ez... A jó... Isten megbassza. Tehát ez az egyetlen egy alkalom, amikor nem tudok ugyebár rögzíteni a vinyóra, mert nincs elég hely, akkor... Én tudtam, hogy ez lesz, hogy akkor fog szétesni. Valamit ezzel kezdenem kell gyorsan. Mit kezdek vele? Még nem tudom, még egyelőre, még ez kérdéses. Megy még a feltöltésem? Volt egy feltöltés, ami elég nagy volt. Ez megy még? Bezárhatom meg ezért? Ó, ez készen is van, zsír. Akkor ezt bezárom. Oké. Okay. Jó, bassz meg, nem, egyszerűen, na jó. Tehát, mondtam is Ednek, hogy nincsen szabad helyem. Kész, egyszerűen nincs szabad helye a gépemen. Nincs, egy deka szabad helye sincs a gépemen. Úgyhogy, nem tudok felvenni igazán. De muszáj lesz. Egyszerűen ez, tehát ez...
annyira tipikus, annyira rohadtul tipikus ez, hogy tehát az elmúlt pár stream, tehát végül is ahogy végigment ugye a San Andreas végigjátszás, egy deka probléma nem volt, és azokat mindig, tehát hogy elkezdtem azt csinálni, hogy ugye felveszem a gép, felveszem a videót ugye a gépen is, és akkor onnan rakom át Twitchre, ugye, vagy onnan rakom át ugye már YouTube-ra. Mert hogyha esetleg beszarna ugye a Twitch, dobálna frame-eket, vagy ilyesmi, akkor ugye az szar lesz, mert akkor szaggatni fog a videó, meg ilyesmi. De ma nem, ma pont nem volt ugye bár szabad helyem, ezért nem tudok felvenni, de most úgy voltam, hogy mostanában egész jól ment a stream, nem dobált frame-eket, meg semmi. Mondom akkor, oké, nem veszek fel, de tudtam előre, éreztem előre, hogy ez bizony nem fog működni. Tehát valahogy tudtam, hogy bazd meg ma, amikor nem veszek fel, akkor elkezdek dobálni frame-eket, eldobtam 3722 frame-et. Ez egy, tehát ilyen a világon nincs, ez olyan zseniális. Komolyan mondom, ez rossz vicc kategória. Az mi az Isten? Molotov. Na, honnan a gyászba fogsz én szerezni? Ja várjál, ezért kórházba tudok hozni egy kis életenergiát. Ott mindig szokott lenni. Ó, oh, vagy mégsem, ha. Ezt beszoptam. Fasz, honnan szügyek most? Ez eléggé kellemetlen. Nem tudom, hogy hol találok páncélt, meg ilyesmi. Itt van esetleg? Itt egy Uzi van. Mondjuk ilyenkor már baszhatom a felvétellel, mert hát igazából tök mindegy. Ha már össze kellene vágni a kettőt, és ez akkor úgy fos lesz. Úgyhogy mindegy is. Már elejétől kellett volna felvenni. Ez mi? Pisztoly. Hát nem találtam semmit. Mondtam, hogy hogyha egy mentőautót találnék, az mondjuk egy kicsike életet visszatöltene, de... Nem biztos. Ó, itt egy mentőautó. Ez kell nekem pont. Nem sokat mondjuk... Na, erre még veszítek többet. Ah, 20 is azért valamennyi. Van vagy valamennyi. Na mindegy, megyek. Megpróbálkozom a küldetéssel, aztán meglátjuk, hogy lesz. Ops. Hello. A triád azt hiszi, baszakodhat velem. A triád velem. 4-5 minden egységnek. Nyújtsanak segítséget a kábítószer ellenes támadásban az atlanti rakpartoknál. Szóval nem tudom, hogy... Fáj a kezem, úgyhogy te vezetsz, tesó. Oké, kölyök, vigyél a kínai negyedbe a mosodához. Van egy elintézetlen ügye. Nem tudom, hogy végül befejeztem azt a mondatot, amit elkezdtem, csak azt akartam mondani, hogy... Nem az okoz gondot, hogy az utolsó küldetést már megcsináltam, hanem hogy hogyan csináltam meg, tehát hogy nem, tehát hogy ez a módszer, amikor felrobbantom a helikoptert, mielőtt még bejön ez a script, hogy ugyebár felszállnának, az gondot okozhat. Tehát hogy azért mondtam, hogy nem-e fog kifagyni a játék. Nem azért, mert hogy már megcsináltam az utolsó küldetést, az mindegy. Vágod. Ennyi volt csak a gond. Hello? Meghat mindenki? Nem, még ott van ez a faszi. Mert van még? Mi? Hol? Ó! Páncél! Ó, bazd meg!
A kurva életben ott volt egy páncél. Ah. Ez egy normális esetben lejátszódik ugye az a szar, és akkor utána tudod felrobbantani, mert amikor én felrobbantottam a helikoptert, akkor még minden álló volt. Viszont hogyha a replayben robbantod fel, akkor fel tudod robbantani. És így lehet kihagyni az utolsó küldetés nagy részét. És ez általában kifagyasztja a játékot, de egyelőre működik, tehát akkor úgy néz ki, hogy sikerült megoldani. Most mi van egyébként? Most valaki még él, vagy mi? Ezt nem értem. Ja, az a faszi ott a izé alatt szerintem, a kocsi alatt. Az még élhet. Ezt ki tudom lőni innen? Meghalt. Ott van még egy szerintem, az is. Szét hullott már a játék? A játék az nem, de tudod mi hullott szét? Na. Hát mi más a stream? Tehát így... Oh. Ezt beszéltük is pont ugye, hogy most nem tudok felvenni. De idáig az elmúlt nem tudom hány hétben tökéletesen működött a stream, nem dobáltam egy darab frame-et sem, meg semmi. Mondom, akkor most is csak jó lesz. Hát, már eladottam 3722 frame-et. Ez amíg ugye idáig nulla frame minden streamen, az előző nem tudom hány streamen, mint nulla frame. Csodálatos. De most, ami nem veszek fel, érted? Azonnal egyszerűen... Nem hiszem el komolyan. Na mindegy. Most egyelőre stabilizálódott, de gondolom azért, mert elindítottam a felvételt. Ami már egyébként tök mindig, mert akkor össze kellene vágni a másikkal, és ez meg ugyanem. Tehát ezt vagy az elejétől indítod, vagy sehol. Na mindegy. Megcsinálom akkor a... De most egyelőre faszol, úgyhogy... Nem tudom, lehet, hogy csak a Twitch beszakadott. Akkor... Megnézzük ezt a telefonos küldit. Ha csörög. Ja, most már nem csörög, meg késő van, picsába. Akkor muszáj vagyok ezt itt. Xboxon sincsen replay. Csak San Andreasban van, de az is csak úgy utolsó 30 másodpercet visszajátszhatod. Kolorádói, vagy a faszom se tudja milyen bandától. Részletkérdés. Van egy kis tangya oda lent a kínai negyedbe. Ez a patkány onnan árulja ezt a szart. Azt akarom, hogy csináld ki. Ha kell valami szerszám, menj a fegyvervolt mögé a metróval szembe. Kapjál magadhoz egy 9-es, tudod hol az a hely, ugye? Vigyázz a seggedre a kínai negyedben, az a triádok területe. Tehát egyedül a San Andreasban van replay Xboxon, de az is igazából eléggé haszontalan. Tehát nem tudsz mentori replayeket, meg ilyesmi, csak vissza tud nézni az előző 30 másodpercet, azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Mi a gyász? Ja, jó, oké. Nem, tudtam, ma nem lehet elmenteni. Nem, mert akkor lenne értelme. Ja, egyelőre nem hullott szét a játék attól, ahogy megcsináltam azt a között, és így néz ki, hogy jó. Kár. Ugye, ahogy ez előbb is mondtam azért, mert hogy, tehát hogy az utolsó küldetésben az a helikopter az minden álló, tehát robbanás állók, hogyha mindent, tehát nem tudod egyszer felrobbantani, de viszont hogyha replay-ben belül robbantod fel, akkor felrobban. És ezért kiakad a küldetés, és kész van, és leszpanolja már ilyet, és akkor kész vége. És emiatt ki szokott fagyni a játék, de most nem fagyott ki, úgyhogy egyről úgy néz ki, hogy minden fasza. De ezt mindenki ezt mondja, hogy jobb lett volna, hogyha a szinkron randomizálva van, de a szinkron randomizálva van, könyörgöm. Hogy értitek azt, hogy a szinkron randomizálva lenne? De bazd meg, szinkroniz... vagy mi az, randomizálva van, bazd meg? A kibaszott átvezetőnek a hangját nem tudod randomizálni, mert az egy kibaszott file. Tehát azon nem lehet mit állítani. Ezt nem értem. Mit szenved ennyi ember ezen? Nem vágom. Hogyha nem tetszik, csinálj jobban! Akadály közeg, az ember meghátrál, az okos bátran szembefordul vele. A Columbia Card egy ugye nem külön van, tehát nem line-onként van a szinkron, és amúgy... Liberty-ben. Most pedig széthullan az egész. Amivel szabály sem meglátnak minket. Most kötik meg a... Tehát ezt így nem foghatod, és akkor össze-vissza vagdosod a hangot, azt nem lehet megcsinálni. Vagy ha meg lehet, akkor csinálj jobbat, hajrá!
Csinálj jobban. Nem tetszik, csinálj jobban. Na. De ezek a szövegek, amik a átvezetőkön kívül vannak, azok randomok. GTA 3-ban annyira sok nincs ezekből, inkább a San Andreasban meg a Vice City-ben van több ilyen átvezetőn kívüli in-game cutscene, úgymond. Nem, a GTA San Andreasban sincsenek a normál átvezetők megrandomizálva hangilag, az biztos vagyok benne, hogy nincs. Mi ez a küldetés egyáltalán? Hát ez úgy működik, ugye van egy átvezető, annak van egy forgatókönyve, és... Ja. Tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy mást mondjanak a karakterek, mint amit mondanak. Mert az ugye össze van rendelve, gondolom én. Azért az egy darab audiofájl, ami lejátszódik az átvezetőkben. Tehát az... max olyat tudsz, hogy egyik átvezető helyett egy másik átvezető. Ja. De akkor meg ugye szét lenne csúszva, mivel az idő az meg más hosszúságú lesz. Ja. Tehát, hogy a hang az hosszabb lesz, mint a videó, vagy a videó hosszabb lesz, mint a hang, tehát ennek meg semmi értelme. Hát meg ugye máshogy változna, tehát hogy mit tudom én, beszél az egyik karakter, de közben a kép átvált a másik karakterre, de még mindig az egyik beszél, de visszavált a kép, meg ezért. Nem találok itt darab ezért se. Egy gyárdi labó kellene nekem. Hoppá. Fassza meg. Így darabot nem találok. Hajót be ezek találok, de... Járdi lobot azt annyira nem. Nem is tudom, mert igazából tök mindegy, hogy hol keresem, mert... Tök random helyeken spawnolnak, tehát lehet olyan helyen kellene, ahol amúgy nem spawnolna. Hát elmegyek downtownba, és akkor ott megnézem. Ez a randomizáció hátránya, hogy így keres egy ilyen autót, és így igen. Jó, ezek okay. A küldetések mind kicsit problémások. Viszont ott volt egy Yakuza menyen. Ami a legjobb jármű az autóban. Kellene még egy Yakuza vonat, azt úgy adnám. De olyan miért nincs? Nem tudom, pedig kellene, hogy legyen. Hát ez egy darabig lehet, hogy el fog tartani, még találok egyet. Ó! Találtam egyet! Csak ki kellett mondanom. Beszállsz és felrobban. Ja, felrobbantja valaki. Vagy elkapnak a rendőrök. Menj és vedd fel a kapcsolatodat. Kalapácsnak olvastam. Kalapácsodat. Csak vagy... Kalapintyó! Eladom a bolhán, jó lesz a bolhán. Remélem előttem. Mi van, ha elbaszol egy küldetés, vagy akkor random küldetést ad megint, vagy ugyanaz, nem tudom. Ez nem úgy jó kérdés. Majd egyszer kiderül, hogyha elbaszol egy küldetést, de egyelőre még nem. Az egy ilyen RC tojkáros faszi volt. Tehát vannak ilyenek is, ez tetszik. Tehát tudod, van ez a kis távirányítós kis szar. Azt is vezetik. Itt van egy, csak nem szerintem már pont despawnolt. Picsába. Picsába. Tök poén. Csak nem tudok beszállni sajnos. Azt hiszem nincs ilyen ajtaja. De szar. Ajaj. Itt nem félek be. Bazd meg, mi a gyász? A életben. Nem kellene ezt felrobbantani, mert az egyetlen egy, amit találtam. Ja, és hát mivel random itt ugye nem működik az, hogy amiben ülsz, abból több spawnol. Bizony. Azt hiszem sikerült. Dudálja az autó valaminek, nincsen dudája. Jól látom, hogy ez egy Yakuza fish van, azt tetszik? Most
ezt pedig tűnj el, majd én feltartom. Ah! Két darab adrenalint eldobtak. És ezt... Ja, ezt fel kell robbantani, aha. Az ott mi? Pisztoly. Ó, ez az. Kénytelen leszel addig csapkodni az autót a pöcsöddel, amíg fel nem robban. Ilyen barátom. Csárdilava. Ott van egy izé. Nice. Én is úgy akarok közlekedni a városba, geci. Megyél egy gokártot, vagy valami. Amúgy. Az megkörülön. A Szegedplázában van a bal, tehát van ilyen mélygarázs, és ott van egy gokárt pálya. És most azt az épületet újítják, tehát nem hiszem, hogy nagyon sokan vannak most így. El kéne lopni egy gokártot. Nem rossz. Ó, ott van egy kis bizbasz. Egyre több van, szaporodik. Ott van egy. Ott is van. Tetszik, hogy ilyen indoklatlanul picibbek az NPC-k is, akik ülnek benne. Abban nem vagyok teljesen biztos. De lehetséges, hogy igen, kicsibbek. Lehet, hogy csak úgy tűnik, nem tudom. Ebben a játékban minden olyan fura méretű. Ó, sárga manyana, ezt cserettem még. Én vagy a mustár színű. Elég okádék, most nem azért. Bocsi! Ismerek egy nagyon fontos embert a városban, aki belekeveredett egy bírósági ügybe, és az ügyésznek igen kínos fotók vannak a birtokában. Valami hullaházi partiról, vagy hasonló. A bizonyítékot most viszi keresztül a városon. Menj, szorítsd le a kocsit, és a lehulló bizonyítékok minden kis darabját szed össze. Ha megvan minden, hagyd a kocsiban és gyújtsd fel. Mindketten jól járunk, ha kihúzzuk az arból ezt a faszit. A kapott mi ez a küldetés? Ez a... Ez a... Várjál? Jó, sejtem, hogy ez a... Jaj, igen, ez a... Evidence Dash. Vajon mi... Basz meg, remélem, hogy nem tank lesz ez az autó. Amit... amit meg kell, hogy lögdössek. Utasszállító repülő. Tűzoltó autó, az se túl kedvező. Ott egy rózsaszín kurva. És jakuzás rózsaszín kurva. A jakuza. Mondjuk ez nem olyan rossz, mert úgy egészen lassan megy, tehát végül is ez az autó is megfelelő hozzá. Csak fel fog gyulladni a gecébe szerintem. Ó, oh, hova ment ez? Még mindig nem jött meg a kiköpet, mi? Nem. Szerintem én arról lemondok. Mondom, én szerintem az beesett valami polc meg egy ezé közé. És valami szerencsétlen kínai próbálja kihalászni. Most ránézek, hogy mit ír ez a fos tartály. De már ezt én elengedtem.
Hát megjöhet még technikailag, de bár, ja, nem biztos. Na. Mégis tök mindegy, hogy hova megyek, csak fel kell gyújtani, mondd. Hogy nekem csak azzal van, vagy az a bajom most így jelenleg, hogy... Minden? Nem is az, hogy retkes izé, korona, meg ilyenek, és fél ezer év mire ideér, hanem hogy vennék én, az meg itt van, és csak nincs. Jaj, nem mondd már, hogy nem tudsz mindent megtalálni Magyarországon, hát... Hát majd baszhatod majd hamarosan. Hát de, meg tudsz találni, mert van, ugye, tehát árulnak keycap szettet, csak egy kurva fotó nincs róla, egy kurva kép nincs róla, egy kurva termékleírás nincs róla, hogy például hány unitos az a kibaszott spacebar, amine ugye nekem kéne, mert tök mindegy, hogy hát, az összes van. Többi ki, nem szerintem az a standard 625-ös, csak mert ugye full size keyboard. Azt egy tank volt szerintem. Az igen. Igen, az bizony az volt. Hops. Nekem feltöltött az életemet, tehát itt csak annyi, hogy elveszettem az is fegyveremet. Maradt egy lángszorom, meg egy uzim. Szóval, hogy így... Hogy nincs róla semmi, és... Nem tudom, hogy mert Tesoro márkájú, és hogyha a Tesoro... Én úgy emlékszem, hogy azok kisebbek. Nem tudom, hogy... Szerintem egy másfajta méretűt használ, nem? Azon ilyen nyomorék, hülye alakú gombok vannak mindig, nekem... tehát így... Ja, nekem is úgy rémlik. Így valamiért a némelyiken így szélesebb a kontroll, mint kellene, de a Windows az meg kicsi, meg nem tudom, hogy a hülyeségek vannak állandóan. Ja, nem tudom. Ugye az a baj, hogy most érted én, hogy tehát így megrendeltem ezt AliExpressről, itt a 500 forintért, ugye pont miatt. Így tök mindegy, ha nem jó, mert most egy 500-as bukok rajta. Hát most a faszomat ez van. De... Most hogyha veszek egy ilyen szettet, azt hiszem ez valami 4000 forint. Mert abban talán... Nem minden billentyű van benne, de elég sok. És... A fiúkkal az üzletről kell beszélgetnünk, úgyhogy ma ezt a csajon... Mekkora feje van? Hé, Maria! Vonszolj ide a sebben! Buta, egy kurva ez! Küzdöm Peki, csak úgy beragadt a feje a szoláriumba. Jó! Bármi is legyen, biztos sokba fog kerülni. Egy kis huncut feje van. Ügyem, nem akarod, hogy itt legyek a tárgyalásnál. Ülj be a kocsiba és tartsd azt a nagy pofát szorosan zárva. Vidd a limót, de egybe hozzátok vissza. Dead Dodo-ba nem nagyon lehet beszélni, próbáltam. Ez keresi a bajt. Ja, az új ajtaja. Nincs ajtaja, tudtam már. Kísér, mert ő olyan kurvára nagy és erős, ugye? Egy film, látogassuk meg Csíkot, aztán nézzünk valami parti után. A vasútnál van a kínai negyedben. Mi lesz vajon a limuzin helyett? Ó! Oh, és hát végül is. Targonc, ez nincs a játékban. Sajnos, de én mondjuk tankot mondtam. Ja, tankot mondtál? Aha. Félreértettem. Vagy kukás autó lehetett volna, mert azt adtam volna. Amúgy igen. Vagy valami egyszemélyes. Egy személyes... Szóval így... Igen? Mondd. De hát így rendelnék én itthonra, vagy vennék én itthon is keycapet, csak hát ugye konkrétan spacebart nem lehet venni. Tehát ami van ilyen keycapset, meg mit tudom én, az vagy olyan, hogy teljes, tehát minden benne van, és akkor ez drága, vagy van olyan, hogy ugye VASD, meg max mit tudom, ilyen QE, meg ilyenek, tehát ezek a gamer gombok, és ezt Asus-tól láttam 15 ezer forintért. Jobb, ha most megyek. Úgyhogy fog. Remélem, látlak még. Mi fasz? Minden egység legyen figyelmes. Elszórt pornomagazinokat jelentettek a Portlandi közben. Ez még majdnem illett is oda az a szöveg. Majdnem. Ezek a mosodás buzik nem igazán akarják figyelni. Ezek a mosodás buzik. Ez a repülő? Annyira beleillik.
Szóval mit kezdtél el? Az egy személyes hadseregről? Hát csak gondolkozom, hogy mi az, ami egy személyes, de csak hajó úgy jut eszembe. Ezes! A tank is az, nem? A mi? Nem, az két személyes. Az két személyes? Mhm. Hé, Maria! Az én kedvenc hölgyem! Az én kedvenc hölgyem. Riasztót játssz a szöveg helyett. A bácsi felrobban. Ajaj. Ne lőjetek. Beépített tisztkér azonnali mentést és tiszta alsóruhát, fedezék! Jó. Tiszta alsóruhát, ezt mikor játssz egyáltalán? Hát most. És tényleg, nekem fel se tűnt, hallod? Meg hát amikor a játék úgy gondolja, hogy na most akkor neked erre szükséged van. Nem jönnek rendőrautók mondjuk, az érdekes. Ott van egy. Már mögöttem is van egy. Abban a pillanatban gépjármű. Én hol maradok? Láthatatlan vagyok? Ajaj, ajaj. Remélem szoflak volt. Valami történik. Bácsi néni vagyok. Ez csak egy autó, rendőrautók a háttérben próbálnak ide jönni. Ja. Yeah. Most hát rendőrfurgon, nem tudom. Attól függ. Most rendőr, milyen autó. Autó. Rendőr távirányítós autó. Wow, olyat akarok. Nem feltétlenül szoktok, el tudom nyomni. Scalculate volt. A jó, a rossz és a fina. Végre csináltak telefonos küldetést, most ugye elérhető. Szállj már ki! Oh. Nem vezeti senki, mi a fasz? Hát hol vagyok? Egy bajszerval. Elegem van ebből a szarból. Most végzünk a triáddal egyszer és mindenkorra. Egyből felszerelt egy szemetes kocsit bombával. Időzítő van a bombán, ha sokat szarkod, semmi nem marad benne. Menj el a szemetes kocsiért. Jól figyelj! Abel megmondta, hogy kurvára érzékeny a cucc. A legkisebb koccanásra a levegőbe rep a gyárnál, ki fogják nyitni a kaput a szemeteseknek, úgyhogy simán behajthatsz. Parkolj le a gáztartályok közé, aztán tűnjön a picsába. Azt akarom, hogy az égből is Isten verte makréla hújjon. Bibliai csapás, bazd meg! Most már nem kis pályázom. Bibliai csapás, bazd meg! Bibliai csapás, bazd meg! Az nem gyenge. Megtörténhet az, hogy teljesen random szöveg után egy random költésben betesz egy jó és egy jó, jól és jó helyre odaillő szöveg. Szerintem meg, ja. Például volt olyan, hogy amikor elindítottam egyszer ezt a szart, akkor az első küldetés kaptam megkapásból, tehát így. Tehát nem az, hogy random valamit megkaptam, hanem az elsőt, és kész. Tehát szerintem így véletlenül is lehet az a, az odaillő küldetés, az nincsen megszabva, hogy nem lehet. Ó! Oh! Ez lett a szemetes kocsiból. Hmm. Azt kell majd felrobbantani a gyárban. Ez pontosan szemetes autónak tűnik. Kétszer vagy háromszor indítottam a játékot, amikor teszteltem, és egyszer azért kaptam meg az első küldetést. Tudom, mondjuk az is true, hogy neked általában azért ezek a dolgok így
pont be szoktak jönni. Ez tény, ezzel nem tudok vitatkozni. A No Skyrim-ot is azonnal tudta szoflopolni. Igen? Ja, valami rémlik, hogy... Körülbelül másfél perce játszottál és írtad, hogy... Hát kifogyott, mert tökre ment a mentésem, szar, mert hogyha bemész a barlangba, úgyhogy tele van az inventorid, és háttal sétálsz, és amikor leugrik a pók, akkor pont felnézel a mennyezetre, és a kő érkezése előtt lepauzálod a játékot, akkor kifagy. Én még csak így tessék. Én nem emlékszek. Húzzál a faszba innen, bazd meg. Bazd meg, nem maradt a végéről. No! Bazd meg. Szivárványos robbanás, ez nagyon natom. Tetszik. Nekem is. Jöttök mindegy, amúgy is kellett volna az autó. Ja. De én erre nem emlékszek. Ez, tehát így semmi nem maradt meg ebből, hogy én hogy kurtam szét a Skyrimot. Bennem ez nagyon mély nyomot hagyott, mert... Tehát, hogy így... Ki csinál ilyen? Ezek szerint én. És így azonnal gyakorlatilag. PS3-os Skyrim-mal játszottam volna, amikor szívesen így update-eletlen, és így abban van a hátrafele repülő sárkány. Igen. Mi ez a küldetés? Jaj, ne. Tök fölöslegesen kötöttem el a tankot, mert azt hiszem ez az, amikor RC autókat kell irányítani. Irányítani. Nyitani. Itt inne. Az szépen be van ide. Ja, hogy ez! Ó, bazd meg! Én attól tartok, az lehet, hogy fel fog robbanni ott. Ja, és most RC autó helyett ez van. Érdelemszerűen. Ez remélem nem azt jelenti, hogy ez fel fog robbanni. Remélem fájt. Ja, igen, és itt azt írja ugye, hogy maradék célpont 4. De nem a célpont, ami maradék, hanem a... hogy hány RC autón van, amivel fel tudom őket robbantani. Tehát még maradt 4 darab RC autón, de azt írja, hogy 4 darab célpont van, pedig a térképen 3 darab célpont van. Erre kb. 3 másodpercet ugye rá lehet jönni, hogyha ezt te fordítod, de nem te fordítottad, úgyhogy... Így foglalkozol bármennyit, gyakorlatilag bármivel. Jajajaj. Mondhatni, Pety benézte ezt. Hogy van? Pety. Ha neki megyek, akkor felrobban? Nem. Hogy mondod? Ez kellemetlen? Lehet tudni? Most legalább kiderül, hogy milyen küldetést kapunk. Mondjuk ezzel van egy probléma, itt vagyok a harmadik szigeten, tehát meg kellene halnom. Ez kellemetlen, mivel akkor elveszítem minden fegyveremet, meg páncélomat. Azt gondolom, most jött el az a pont, amikor széthullik az egész játék. Várjál! Ha-ha. Az ész. Jobb talán. És hát végül is. Most gondolom más fogok megkapni valószínűleg itt. De tök vicces, hogy telefonos küldetés és másik telefonos küldetés kaptam meg. Ah, megint ugyanazt kapom. Akkor lehet, hogy ez ilyen előre megvan szabva, hogy miket kapsz? Lehetséges, hogy így előre. Tehát így, amikor indítod a játékot, akkor eldönti, hogy most melyik küldetés melyik lesz. Vagy... Nem tudom, hogy elmenti, hogy melyiket csináltad, és akkor... Na mindig. De ez lehet, hogy problémás lesz ez a küldetés. Szerencsére nem kell megcsinálnom, mivel ez telefonos küldetés. Tehát, hogyha ezt kihagyom, akkor az nem gáz.
Úgyhogy ez a mákom lett, mert ez csak ilyen bitchin dogfood, ezeket nem kell megcsinálni, hogy végül a játékot. De ezért megpróbálom, hát ha sikerül. Ops. Nem ott kellene felmennem, hanem... De hogyan gyászba fogom én ezeket felrobbantni? Tehát... Ez felettébb érdekes lesz ez a küldetés. Már nem azt mondtam, hogy érdepes. Bármit is jelentsen ez. Ez bizony egy érdepes kifejezés lett volna. Ja, és a Sweet House a legszebb. Na most itt, hát azt mondjuk megpróbáltam, csak hogy neki zúzom a kocsit, amíg fel nem gyullad, vagy nem tudom. Lehet, hogy ezzel nem fog összejönni. Természetesen egy Line Runner-t kapok meg. Miért is ne? Ó! Lelököm, meg tudom lelökni. Amúgy ez még össze is jöhetne akár. Nem tud átmenni ezért. Ez az! Ez az! Ha! Haha! Haha! Ha! Tud, és akkor köszönöm, hogy tant lesz. Aha, remélem. És remélem fáj majd. Vagy egy vonat, ami konkrétan elpusztíthatatlan. Jó! Ó! Oh. Legyen vonat. Egy ilyen. Hallod, ezt is be tudom lenni egyébként a vízbe itt. Simán. Szerintem. Főleg, hogy mivel nagyobb vagyok, és erősebb, és okosabb, és van menő bőrkabáta, meg minden. De csak... Csöcsö! Így kell ezt. De így lett kitalálva. Lifehack. Üdvözlő egy kaktuszmalac. Hol van az út? Csó. És még egyet sem használtam el. Így még sose csináltam meg a küldetés, hogy egy darab pázolatot csak keretre használom, mivel ugye... Azokat csak úgy tudod, hogy felrobbantod. Nem lesz a kamerát váltani? Nem. Ez egy kamera állás van ezzel. Rollos! Adios, sorry, tőttő. Eladom a bolhán, jól lesz a bolhán! Dr. Bolhán. Szerintem nálad. Próbáld meg lejjebb venni a felbontást esetleg. Rakd át 720p-re, lehet, hogy jobb. Tudod, merjek gurulni? Nem gurulok, mert itt van a feljárója. De hogyha itt időben odaérnek, akkor... Basztolt ez a gépet, amit nézed. Ja, az is segíthet. Ó, de jó, egy kis szírszer. Ezt be tudom lakni a vízbe. Állj meg! Állj, bazd meg! Jó. Bocsánat, Zoli Gamer, de azt kell, hogy mondjam, hogy vagy távozz a chatből, vagy kezd el nézni Twitch-en, mert én ezt nem engedhetem meg. Tehát most azonnal válts lejátszót. Kapsz rá egy percet, vagy különben kibannolunk. Az én streamemet nem szabad nézni VLC-vel, vagy Media Player-rel, úgyhogy... már is váltasz lejátszott, mivel ez gyakorlatilag csalás. Nem adódsz hozzá a nézőkhöz. Úgyhogy... még 40 másodpercet van, hogy hozzáadod. Viewerlist van. Hát viewerlistben igen, de a nézőszámhoz nem adódik hozzá. Tehát attól, hogy valaki ott van a chatben, attól még nem nézi a streamet. És ő most nem nézi, hanem konkrétan csak ellopja a feedet a Twitch szerveréről. És ez bizony bűnözés. Nem töltenél le egy autót, de az én streamet meg letöltöd, csak úgy illegálisan. Oké, okay, jól van, Zoli Gamer. Ezt ma hogy ne töltenél le egy autót? Most nem azért, csak... Tehát, hogy na. Ha lenne rá lehetőségem, simán letöltenék egy ladát. Twitch-apon nézni jó, az hozzáadódik
Tehát mindenféle oficiális módon hozzáadódik a nézőszámhoz, de hogyha ilyen külön média playerben nézed, az csak így ellopja a streamet konkrétan a szerverről, anélkül, hogy az, arról tudomást szerezne a Twitch. Mert nem úgy számolják a nézőszámot. Átváltott vajon? Mert ha nem, akkor jön a ban. Átváltott szerinted Zoli Gamer? Hát, értem, hogy Dan. Ja, Dan. Jó, oké, rendben. Nagy mázlid van. Felrobbantsam a kocsit? Vagy, á, nem, nem akarom még. Megpróbálom hát, szét tudom kúrni. Baksai. Sőt, szerintem el van ez itt magának. Talán. Az előbb már majdnem felborult. Sa-op! Nem volt ide. Picsába. Ja, már vagy 40-szer majdnem felborult, de ez nekem nem elég jó, sajnos. Na az oda be fog szorulni. Nagyon szeretne kiszabadulni innen. És akkor... Csak... Csak... Ó! Borulj fel! De nekem van még négy másik, úgyhogy nem probléma. Neki nagyobb probléma. És ez már az utolsó autó, amit fel kell robbantanom. De minden áron erre akar jönni. Valami nagyon tetszik neki ittben. Nem érti. Látod mit írt Ádám 032-00? Azt látom, hogy mit, csak azt nem, hogy mit. Ugye, hogy tudja übrelni négyen. Nekem vannak fenntartásai a GTA 6-tal kapcsolatban, így, hogy Hauserék leléptek. Mondhatni nekem vagy is. Hogy meg fog-e jelenni. Nem, még hogyha megjelenik, akkor is igazából szar lesz, tehát így... Minden egyes reményt el kell felejteni, kedves barátaim. Nem lesz jó. Szerintem nem fogod tudni fel bohítani. Ezt megpróbálom. Nem elsősorban neked szólt a nevetés, hanem hogy bárkinek 2021-ben bármilyen reménye legyen arról, hogy még a Rockstar képes egy normális játékot készíteni, az egy nevetséges hogy, koncepció szerintem. Hogy képes játékot készíteni, tehát... Ja. Na! A kurva! Néni kéde! Borulj! Ezt nem hiszem el! Ennek ami anti... Na jó, ez nem is sérül szerintem. Lehet, hogy nem tud felborulni. Szerintem nem is sérül, hogyha megpróbálom felrobbantani az enyémet. Hát, felrobbant tőle. Á, sikerült! Jó van. Nice. Király. Jó van. Király. Az ott... Bocsánat, az random? Ez csak így... Ez is így random, így ilyen... Nem érne. Vagy ez, nem tudom mi történt, ez mi ez? Ez mi? Szerintem olyan textúra... ...betöltési gondok vannak. Valami áthajtottál, az jó volt. Na, Vagyunk megint kék telefonosat csinálni szerintem. Magyarosítás miatt, ez egyértelmű szerintem. Ó, megint itt van egy ilyen valami. Ez már kezd úgy kinézni, mint a GTA 4 PC verziója. Abban vannak ilyen random villanások, meg majdnem azt mondtam, hogy villamosok.
villamos. És hát végül ilyen, ugyanilyen színű, ilyen bizbaszok így megjelennek random így a GTA 4-ben. A PC verzióban. Ah, így, ez ilyen betöltési probléma az, igen, nincs betöltve rendesen. Gondolom azért, mert váltogatunk szigeteket állandóan. Na valószínű. Tűz van, babám. Te haszontalan féreg! Itt van Claude-nak a gyereke. Hoppá, mi történt a szemével? Úgy néz ki, mint Neon, amikor bevarták a száját, csak ennek a szemét varták be. Ezek az egész arcát bevarták. Ja. Mi ez a küldetés? Ez a... Cluster Blaster, azt hiszem az. Faster Buster. Fassstrasse 22. Egy autót. Én nem tudok senkiről semmit, úgyhogy... Passz. Én nem tudok olvasni. Mindig kérdezik, hogy mi van Flex. Én nem tudok róla semmit. Albániában van, annyit tudok. Azon kívül sok minden nem, meg hogy kőműves. Meg hogy a múlt héten felrobbantottak egy hotelt. Ja. Ez kenne egy rakétavető szerintem. Talán. Érzed? Lehetséges, hogy... Ó, a kukás autó lett belőle. Kicsit túl közel mentem hozzá, nem... Nem várjál. Ó, ott így, hátra beakad a repülőgépbe. Ó! Nem akad be, kurva anyád, miért nem bírt egyenesen menni? Mi tök jó lett volna. Kirepült a gecilád az úszt? Hogy mi? Jaj, kirepült! Ó, oké. Okay. Megvan. Vágom. Itt van. Őt kell megölni. Ups. Két árommal te nem nagyon játszottál? Vagy mennyire játszottál vele? Anna, egyébként. Játszottam vele. Elég sokat, de szerintem... Ahol se kerül. De szerinted? Hát nem tudom, hogy meddig. Nem biztos, hogy végigvittem, mert nekem nem rémlik. Nem, az a vagy kurva régen volt. Aha. Nekem szerintem Vice City volt az első, amit majdnem végig is játszottam, csak aztán végül is nem. Azt se játszottad végig? Egyszer hát sem. Azt úgy játszottam végig, hogy egyszer kurvára lakadtam benne, és aztán majd valamikor x év múlva megcsináltam az utolsó pár küldetést. Aha. Hol lakadtál el? Ahol meg kell csinálni a property-s geciket. Jajaha. Mert azt nem tudtam, hogy kell. Nagy eres. Eres és dombos. Eres. Az van, hogy ne csapunk egy pénzszállító autóra, ami naponta elhagyunk a kínai negyedet. A golyók szart se érnek a páncél miatt, úgyhogy a kocsival le kell nyomni az útról. Ha elég kitartó vagy, akkor ezek a beszari őrök összecsinálják magukat. Vidd a raktáramba a dokkokhoz, onnan majd az embereim elszállítják nekem. Na igyekezz, nem fognak itt körözni egész állónap. Az bizony szopás. Csináld, te is GTA végigjátszás, mit szólsz hozzá? Micsoda? Te is GTA végigjátszás csinálhatnál. Miből? Abból, amit nem vittél végig például, vagy valami ilyesmi. Na. Bepótolni, nem? Ez még geci sok idő. Azt én. Ne. Meg úgyis valószínűleg 25 perc alatt belemunnék. Megölte magát. Na várja. De jó. Kicsit beparkolok el. Brendor! Ne! Fasz meg! Ezt elkurtad. Honnan a faszból került elő? Várjál, van egy gond ezzel. Várjál, bassz meg. Na. Ja, jó, oké. Most hirtelen... Ó, ott egy csomó vizé. Fegyver. Most nem tudtam hirtelen, hogy most...
amikor készített a küldetés, akkor autóban voltam egy, vagy sem. Mert, hogyha autóban lettem volna, akkor ez elbaszta volna a mentést teljesen. De lehet, hogy a automata mentő direkt kiszedi az autóban, amikor mentve, nem tudom. Az automata mentő csak így leszel, érted, hogy... Fasz érdekel. Vissza kell szerezned a PS2-t, és akkor azon végülszed az összes GTA-t. Oh. Amúgy. Nagy seres. Akárom, dombos seres. Adjad ide! Kármos korbász. Lófasz cibáló, nem? Nem tudom. Én azt mondtam akkor. Na mindig. Faszom, emlékszik. Nincs. Az honnan vagy egyáltalán? Azt tudom. Family Guy. Igen. Aha, amik... Azt hiszem a Star Wars paródiában van, csak... amikor... Nem tudom, hogy kettőket... Ja, nem. Lezuhan... És akkor izélnek ott rádión, hogy... Ó, válaszolj, válaszolj! És így nem mondom ki, nem hívlak így, nem, válaszolj! Jó, Carlos Colbászlóváró jelentkez, itt vagyok! Én ezt nem tudtam, hogy ezen nem van. Valami ilyesmi volt. Ez nagyon jó. Ah. Sérülás. Állj már meg! Lehet, nem, biztos, hogy jó állod is. Ah. Állj meg. Állj már meg, az Isten feszed! Alig megy fel az a sérüléses szar. Megy így által? Megy egy kicsikét. Csak nagyon-nagyon lassacskán. Urvonják. Az Isten megbassza! Állj már meg te! Retek. Na végre. Ó! Oh! Ó, oh, hogyha jól látom, ott volt egy savatos bácsi, vagy rendőr bácsi, aki ezen volt azon a kis távirányítós autón! Úgyhogy akkor megtörténhet ez is. Szerintem ez a... Ez a játék, ez így... Ezt így kell megtapasztalni, tehát ez így volt intended. Egy nagy gond van azzal, hogy végigjátszani például olyanokat, mint a Chinatown Wars, vagy a... vagy egy GTA Advance, hogy szerintem azokhoz nincsen magyarosítás. Tehát mit ér nélküle egy GTA, hogyha nincs magyarosítás? Ugyebár... Nem is tudtam, ma nincs. Szerintem senki nem csinált GBS-hoz meg a Chinatown Wars magyarosítást. De ha igen, akkor valaki javítson ki. Hát évedek. Bár még sose kerestem. Én se, de én gyanítom, hogy nincs. Nagy valószínűséggel nincs. Ha de... már az izék, ez a sztorizokos nincs. Nem, nincs. Csak a GTA 5. Mi az, hogy és a sa? Azt mindenki utálja. Hát, mindenkinek van egy alapszintű utálata a San Andreas-szal kapcsolatban, de attól függetlenül nem gyűlölöm azt a játékot, tehát... Hogyha gyűlölném, akkor sose játszanék vele, tehát a GTA 5 az olyan szinten gyűlölt, hogy én azzal soha nem is akarok játszani, tehát... Míg a San Andreas-szal játszok, és... hiába egy nagy rakás szar, mert ugye egy nagy rakás szar, de attól függetlenül még szórakoztató tud lenni. Hát nagy hiba, hogy nincs hozzá magyarosítás, pedig úgy lenne az igazi.
Mikor kezdesz? 7-kor talán? Vagy 8? Szerintem 7. Mi fasz történik az égen? Az füst? Nem, felhők. Ja, látom. Ilyen PC-s felhők, gyönyörűek. Neked a kedvenced? Melyik? Az 5? Undorító. Nem az se? Nem tudom, hogy mire gondolt most épp. Hát azt mondtad, hogy mindenkinek van egy alapvető utálja. Ja! Utáljata, utálata. Mi? De el kell ismerned, hogy rengeteg sok szar van a San Andreasban. Gyökér küldetés dizájntól kezdve bármi. Nincs is több küldetés? Lehet, hogy nincs több. Vagy akkor 8-kor közülünk? Na mindegy, elkezdem a másikat. Ja. Mindenekelőtt, a köszönjem meg a hozzáállásodat a személyes ügyemhez. Manapság az emberek már minden mögött sejtenek valamit. A tapasztalatom azt mutatja, hogy a hozzád hasonló magányos farkasok megfelelő fizetséget. Nagyszerű pénzforrást látnak egy öreg, ázsiai úriemberben, akit a dél-amerikaiak tartanak fogva Aszpátiában. Megpróbáltak Asztóriában kicsikarni belőlem pénzt, de nem hiszek az újratárgyalásban. Az üzlet az üzlet, úgyhogy tőlem egy pennit sem lát. Menj, és szabadíts ki a barátomat. Bármi jár. Én például olyan dolgokat gyűlök, mint ugye ami volt is a... abban a Quaris küldetés. Amikor el kellett mennem ugye a bányába, és akkor felszedni a dinamitot. És akkor felrobbant véletlenül a targonc, és akkor... elbasztod a küldetés, nem tudod már mivel felrobbantani ezek a dobozokat többé, úgyhogy hát basztod, ennyi. Nincs meg a targonca. Úgyhogy már mindent megcsináltad. Úgyhogy már mindegyiket felszedtem, minden 4 kibaszott dinamitot már felszedtem, és akkor a játék közli velem, hogy elbasztod, már nincsen semmilyen mód, amivel fel tudnád törni a dobozokat. Ennyi, kész, vége. Imádom. Egyszerűen annyira egy hulladék a San Andreas. Na PS2 San Andreas-ra eljátszogatok, gyomot meg az csak PC-n lehet, úgyhogy marad a PC hozzá. Meg ugye van benne ez a full geszi fölösleges félbe hagyott szarjáték mechanika, hogy foglald el a sok post. Igen, az meg azóta is rémálmaid vannak, hogy elfoglaltad az összeset és elveszítetted az összeset. Igen. Mély sebet hagyott. Mondjuk én úgy emlékeztem, hogy visszakapod utána mindent, tehát... Én ezzel a tudattal elértem volna, de... Jó. Ja, de... Ja, egyébként igen, ezt nem tudom, hogy mondta. Ja, mondjad. Hogy úgysem nagyon fogok már vele játszani, tehát összességében annyira nem is nagyon... Már nem fogsz egyetlen San Andreashozni sohasem? Hát, eddig se játszottam vele. És hát végül is. Én vagyok csak ilyen retardált. Meg a... Mit akartam mondani? Ja, igen, hogy... Azt nem tudom, mondtam-e streamben, vagy videóban, bárhol, de megtaláltam a Marika nén is kinyomtatott kódlistát, majd akarok róla egy review-t csinálni. Végig fogok menni az összes kódon, és elemzem. Csak előbb kotlanom a kamerámat, és akkor felveszem a... És egy 150 pontos skálán majd értékeld mindet. Amúgy ez nem is hülyeség. És ez hát ugye 1-től 7500-ig terjedő skálán ez egy okay. 3,5. Teket csinálhatjuk közösen is fel, úgyhogy telefonnal streamelem, miközben felveszem, vagy nem tudom. Csak az még nem tudom, mennyire lesz macerás, majd meglátom, hogy be tudom állítani úgy. Hoppá. Most talált ki, most mit kell csinálni? Bizony egy kartelautót kell, hogy keressek. Mondjuk Portlanden láttam egy párat, lehet, hogy visszamegyek oda, hát ha. Bazd meg, szerintem most despawnoltam egyet, hogy halljak éhen. A rohadt életbe bazd meg, nem hiszem el. Egyszer nyomom meg, és akkor... A kurva életben rohadjak meg.
nem én lennék, baszd meg, hogyha azonnal nem díszpalolnék egy kibaszott Carter Cruiser-t abban a pillanatban, ahogy meglátom. Nyilván. A kurva életbe. Áj, halljak ilyen. Áh, fasz. Fasz! Fasz? Grind. Grindolok itten ezerrel. Grind. Az nem grindolás, az faszapás. Itt... Előgém a picsom, mondom, hogy letékeznek. Valahol itt a környéken láttam volna néha Carter Cruiser-t, úgyhogy által... Szétnézek, mondom. Ugyanannyi esélyed van itt is, mint máshol. Hát... Ja. Bázz meg, nem hiszem, hogy kibaszott díszpanoltam egyet, mint egy utolsó gyökér. Hogy oda született a repülő? Ó! Az nem az. Megláttam azt a más színű lökhárítót, mondom, ó, ez hátha, de nem. Csak egy Morris volt. Egy perennial. Bernie. Hát, hogy nem itt kellene keresnem, mert azért eléggé messze van a küldetés. Hát vissza kellene mennem, de van egy jó érzésem, hogy el kellene mennem a... roncstelepre. És egy ilyen érzés elfogott, hogy ott szét kellene néznem a környéken. Ó, egy járdis autót árulnak a showroomban. Egy Bonda autót így szoktak felsárolni. Ó, itt tank. És hát végül is elvihetem. Na, berakom ezt pénzért. Eladom a bolhán, jól lesz a bolhán. Mindig elfelejtem, hogy te el lehet adni az autóidat. Ó, egy hajót lehet venni itt. Azt meg kell, hogy vegyem. Ó, elsüllyedt a hajó. Bele tudok szállni? Ó, bele tudok szállni. Ez az. Ez lehet, hogy nem volt jó ötlet. És most, hogyha kiszállsz, akkor így van. Én nem vagyok egy nagyon okos ember. Azt kell, hogy mondjam. Ja. Na. Ez még hozható. Kívánom. Még mindig működik? Aha. Gyönyörű. Hihi. És egy ghost. Ha. Érdekes. Hát ez az a jármű, ami a... azon az egy küldetésen megjelenik. Anyád! Tessék! Mitől baszódott így szét a játék? Hogy? Hát, hogy? Ja. Ez mindig is mi ilyen volt. Nem tudom, miről beszélsz, mindig is ilyen volt. Ú, ott van egy! Ott van egy! Találtam egyet! Menj ide! Neki fog menni, úgy érzem. Ez egy jakuzás. Ne baszd meg anyád! Hát a jó kurva isten megbasz. El tudom ezt tolni a garázsig? Geci, érted, egy csámú így ránézett, és így nem, fuck you. Látta, hogy jössz, és szarba lőtte. Ezt egy kicsit sírni szeretnék. Ez így hosszú lesz. Az lehet. De hát... Tetszik az a tűzoltó nagyon, az a szín. Ugyanannyi erő. Mondjuk azt látszik, hogy ezt kellene, hogy használjam. Van egy kis súly benne. És már robbantsam magam a tankkal. Ups. Ennyi már! Ne! Kurva életben rendőrök is most kell, hogy basztassanak, hagyjanak már békén. Miért kaptam két csillagot? Faszom a rendőrökbe is, bazd meg. Na, ennyi volt, kész, eltűnt. Ott egy csillag, megettem. De hogy jöttem meg. Honnan? Valaki eldobta. Fegyver helyett.
Ja, egyébként tök jó, hogy lángszorjuk van, pont ez az egy fegyver, ami hat a tankra. Szerintem elindulok a középső sziget felé, mert ez így nem jött össze túlzottan. Úgy érzed, hogy ott szerencsét van? Nem, hát csak közelebb van a küldetés végéhez, és addig hát, ha nem robbant fel az a jármű, amit majd megszerzek remélhetőleg. How the good a murder, how the good a murder. Erre nem számítottam, pedig kellett volna. Ah, páncél. How the good a murder. Hát, ja, de az is láng, tehát ugyanez a hatása. Ó, ott egy rakéta. Ja, nem maradtam. Időközben új szintre fejlesztettem a nyomorékú fekvést a székben. Na. És már nagyon fáj. Én régi kanapémmal voltam, így nem bírtam egyszerűen normálisan ülni se rajta se, vagy se, meg feküdni se volt, olyan nem mondtuk kényelmes. Mondjuk... Új, ez, itt van mögöttem kanapé, az volt a nagy szobában, mielőtt ide költöztünk, és egy éjszakát aludtunk rajta konkrétan, az első éjszakát, amikor ide költöztünk, azt az egyet aludtuk a kanapén, és ahogy másnap mentünk páramnak a cuccaiért, akkor mondtam a sofőrnek, vagy a srácnak, aki sofőrünk volt, hogy jó, akkor ha segítesz felpakolni, meg ilyenek, kurva gyorsan teremtsük át a kanapét a kis szobában, nem vagyok hajlandó rajta még egy autót aludni, autót, ajtó. Szóval még egy éjszakát aludni, és le is kúrtam az ajtó mellett a falat. Gyönyörű. Lekúrtuk vele. Mert annyira kibaszott kemény ez a retkes kanapé, hogy konkrétan fájt a hátam reggel. És átjött egyik ismerősöm megnézni a lakást, mit tudom én. És így nézi, hogy milyen fullas kanapé, meg izé, de ez kinyitható, nem akkor mi a fasz, én nem azon alszatok. Mert ugye most a két egyszemélyes ágyon alszunk, amik között van egy 3 centi szint különbség. És... miért nem a kanapén alszatok? Amúgy miért csak le rá, és tudod, így ledobta a testét, mint hogyha egy kényelmes kanapéra ülnél rá, és akkor hát koppant szerencsétlen gyerek. Mondom, igen. Ez igen. Ez a mi kanapénk. Gyakorlatilag megfájdul a seggem, ha ráülök nagy lendülettel. Annyira semmi párnázottság nincs rajta. Nagyon hullat. Az én kanapémmal ezért a probléma, így a szög. Tehát ahogy a nőt, tehát szinte ilyen 90 fokos az ülőrész, meg a háttámra, és így semmilyen hátradőlési lehetőséged nincs, és az szar. Ez is olyan. Jó. Véletlenül nem kék színű? Nem, ilyen bézs. Ó. De hogy aludtatok rajta, hogy kinyitottátok, vagy mi? Aha, jaj. Ennyi is ilyen kinyithatós, és végül is úgy egész tűrhető. Ez úgyis okádék. Ezt el kellene tárolnom, ezt a járművet. Én ezt elrakom a garázsomba. És használom az eszemet, és elrakom a garázsomba, mert még kelleni fog majd még egy küldetésre. Ami ugye nem közvetlenül ezután jön, szóval... meg is öltárolom. Oh, remélem, hogy a garázsod is random. Ja, kinyitom, és akkor mindig egy más autó van benne. És akkor, jó. Hát, fasza, ez nagyon jó. Ez kiváló, mondhatni felett egy zseniális. Mondjuk itt egy kis probléma van, hogy két csillagos üldözöttségem van jelenleg, és nincs egy csillag. Szóval, valahogy meg kellene innen lépnünk, anélkül, hogy megbakhanak minket. Természetesen rendőrautó jön azonnal. Ne üsd el! Nagy de jó 3 csillag, ez az. Jaj de jó, jaj de örülök neki. Az is rendőr, remélem. Ez kell nekem. Szájbe! Oké. Na, hát ez nagyon jól ment. Legalább van autónk, de... előrébb nem vagyunk. Szóval... menni kellene ezt lefesteni. Most azonnal. Mi hatállyal.
Menekülés közben körömlakkal fújjátok el. De jó, fú, nem használom már ezt a kanapét, gondolkoztam hogy rajta, hogy áthoznám, mert hogy mégis fekvetök, jól lehet használni, csak annyi kurva nagy, nincs itt elég hely. Köszönöm. De jön, a hely hiány, az nálam is ismerős. Vannyi. Azt mondom, nem akarok benne botladozni minden nap, úgyhogy inkább lehozom el. Pedig az tök vicces, nekem is most úgy van, hogy gyakorlatilag nem tudok egy bizonyos pontnál hátrébb menni a székkel, mert itt van mögöttem ugye a kanapé. De nem tudom feljebb tolni, mert ugye falig van tolva, csak olyan kúrva kicsi a szoba, hogy így kitölti gyakorlatilag az egészet. Mm. Tehát, hogyha kinyitjuk itt a kanapét, akkor gyakorlatilag faltól falig kanapé van. Downsize olnod kellene, neked is vannak ezek a ilyen tiny house-ok, de hogy az, a némelyikben hogy lehet megélni, azért az durva, tehát... Jó, nekem az van, nincs baj, hogyha a hely takarékos, meg hogyha nincs sok cucc, meg mit tudom én. Nekem azzal van a bajom, hogyha nem férsz el, mert mindenhol valami van, igen. Igen, ez a, hogy mit csinálsz a sok cuccal, azon kívül, hogy kidobod konkrétan. Már így is gyakorlatilag mindig van valami itt a kanapéra. Magyarországon ez lehetetlen, mert az emberek nem el. Ja. Magyarországon ez lehetetlen, mert az emberek nem dobnak el dolgokat, nem... Igen. Ami nem kell neked célszer, azt felrakod majd vaterára 30 000 forintért, és akkor majd hátra valaki elviszi. És akkor csak úgy ott fogod állni. 25 év múlva valaki megkérdez, és akkor... Ja, már nincs, meg már még 2007-ben még kidobtuk. Ja. Csak véletlenül fennmaradt a hirdető. Júj, nem, ja de, nem, de, mi, nem, de, ja, ja, ez, döglött digó verre van. Mi ez a küldetés? Döglött dió. D.E.I. Ezek a fiatal bunkok idejönnek az utcaimra, közben meg semmit sem tudnak felmutatni, csak a fegyvereket, meg a kurva drogot az agyukban. Nines a jelük, lila a színük, és minden, amit játsszák magukat. Azt akarom, mutasd meg ezeknek az anyabasszoknak, milyen egy igazi autós bemozulás. Vigyázz ember, a Jax is arra járkál. Még azt hihetik, őket akarod a föld alá küldeni. Még a végén úgy néz ki, hogy a Jax beijedt tőlük. Pucold el ezeket a szarokat innen! Szeretsz kocsit, de ne feledd. Csak kocsiból és csak uzival. Ja igen. bármilyen autóval? Ó, ott a páncírozott, az kellett volna tenni. Kocsiból, uzival. Oh. Ah, ez gyors volt. Ja, páncélozott annyira nem vált be, mint ahogy terveztem. Cipriani sofőre. Cipriani. Az én nevem Tony Cipriani. Az a másik küldetés. Na jó, mindegy, elkezdem akkor ezt. Nem, itt vagyok. A szennyes kimosása. Ó, ez az első küldetés! Kiváló! Tudod, már rég nem éreztem magam ilyen jól. Tök rendes voltál velem. Tisztelet tudó, meg minden. Hajrá! Bony. Kár, hogy nem busszal mentek. Kár, hogy nem robbant fel az RC autó, amikor átmentem rajta. Ah, oh, ugye. Vagy RC autóval. Abba be tudsz szállni? Nem tudok, mert nincs ajtaja szerintem. Köszönöm, nem lehet. A vőrös lámpás negyedben megérkeztünk. Ne hagyjon! Ne hagyjon! Azt is utána megyünk. És hát... nem téves. Én is így vagyok vele mindig. Ah, nézd csak itt el lehet tárolni autót, de jó. Ah. Nem tudtam. Szem gondoltam volna. Szevasz, CJ. Neked ordibálok. Szövetségügynökök kérnek
azonnali mentés Torrington. Mimi! Doktor Lótetem. A mumps utolsó túlélői. Pár itt ember, amíg bemegyek és beszélek Luigi. Hiszen Petőfi Sándoros lett az a, az a néni, bácsi néni, bácsi néni, bácsi néni, az ott, aki most bemegy. Néni. Ja, és itt más zenét vágtak be, mert ne. Eightball sok üzletet összehozott már nekem. Hát, ha te is hasznos lehetsz. Az egyik lányomnak kéne egy fuvar, szerez egy kocsit, vedd fel Mistit a kórháznál, és... Hogyha ilyen szép lányai vannak, akkor nem is csodálom, hogy ilyen jól megy az üzlete. Senki sem szarakodhat ilyen a lányai. Úgyhogy tartsd a kezed a kormányon. Ha ezt nem baszod el, lehet, hogy lesz meló a számodra. Na, kotródjál. Kotródjál. Kotródj. Vedd fel Mist. Vedd fel Mist. Hopsz. Hello. Faszi hangja volt, jól hallottam? Beültem. Hova? Miben? Miért? Hogy? A lámpa szok, meg a fal kezé. Na, képet van. Milyen jó lenne, ha most neked menne egy tankát vezető közben, és kiszoktak van a játék? Az kurva jó lenne. Próbálom még egyszer ezt a küldit. Mi volt ez megint? Már felejtettem. Igen. Nem tudom. Azt hittem tudom, de nem. Mit? Semmit nem tudok igazából. Ez csörög még ez a szar? Ja, jó. Hogy már kész. Már megcsináltam az összeset akkor ezek szerint. Nem számoltam, hogy mennyi volt, mert nehéz így számolni. Ezt akartam. Jaj, ne! Ja, igen, ez azonnal felrobbantam tényleg. Hát... Egy tank kellene, én úgy érzem. Mennyi. Egy tank. Az nem lenne rossz. De abból nem tudsz kilőni. A fasz nem. Abból is lehet drive-bajozni. Ráadásul szerintem azzal a lövedék is számítana, hogyha jól tudom. Tehát, hogyha az ágyúval lövök, az is számítani, annak is számítani kell elvileg. Ha találnék egyet, de... most mennyi tank fog jönni? Szerintem olyan 0,2, és ugye az a legjobb, hogyha ugye beszállok egy autóba, azonnal aktiválódik, tehát addig nem is akarok beszállni, míg nem találok itt tankot. Úgyhogy ezzel elveszek egy darabig. Tankot valaki? Tankot nem vezet senki? Dinyét! Hát én majd csak spawnol egyet, nem? Hát csak... Hát vej, tör! Vagy lehet megnézem, hogy ott mi parkol, ami kurva messze van, ami nem biztos, hogy jól tett. Lehet, hogy felkenne, ugorjak egy autóra, meglőjem, és akkor elvisz engem máshova. Közben, hogyha menetkülbe találok egyet, anyad, akkor az abba beszállhatnék. Mindeközben némi káosz van itt kialakulóban. Hát tudom itt össze. Neki sem. Ott mi ég ott? Valami tette. Jasons? Hát, gondolom. Attól függ. Miért kapom ez... Miért kapom folyamatosan ezeket a kurva... ezeket... a tank helyen? És már milyen jó életerőm van, 26, ez nagyon jó lesz.
Az nagyon sok mindenre elég. Hát mondjuk nem, ott volt egy a garázs mellett egy. Mi? Ha jól láttam, ott jobbra. De a másik irányba, tehát amerre mentél. Igen. Ott a garázs mögött, mintha lett volna egy életerő. Ja, életerő? Azt hittem tankot mondasz. Természetesen felvettem egy adrenalin, most már kettő. Hol? Itt. De ahol kint volt az utcán, az, amire most... Itt voltam az utcán, és akkor itt mondod, vagy hol? Nem, hanem... Ahol felvetted az adrenalin. Igen. És amerre mentél. Ott van veled szembe bal oldalt egy... kb. Amerre most nézel. Ott is van egy ilyen garázs, és amellett... volt egy fickó. Itt is van egy. Nem, ott is van egy, akkor jó. Oké. Elment. Kibaszott adrenalin, amiatt zúgtam be a vízbe. De fizika. Milyenkor furcsa lesz a fizika, vagy ha adrenalinod van? Nélkül is furcsa egyébként. Ez tény. 60 FPS-el főleg. Oh, itt a szállít. Kár, nem tudok tankkal belemenni abba a küldibe. Vagy gyalog leszek utána. Természetesen Flipstalker, ugye szokás szerint. Ezt innen, ez így hogy... Na mindegy. Hagyjuk. Ó, bazd meg! Az infoikon egy életerő csomag volt. Zseniális. Megérte. Hát csak ide. De legalább most már egy faszi vagy. Hot shroom box. Na, várja. Ó, oké. Na mindegy, tök mindegy, mert úgyis be kell indítani a küldit. Na. Na. Tankot légy szíves. Szeretnék egyet kérni. Tankot. Még továbbra is egy tankra lenne szükségem. Nem is el, hanyáim. Na jó. Állj meg. Nem tudok futni. Kurva. Pecél, ez az. Na. Mennyi? Hajrá. Gyia. Tud menni gyorsan. Kanyarban mindig leesek. Ó, itt van egy másik. Menjünk! Hajrá! Hajrá! Menjél már! Mi van ezzel? Miért nem megy? Mi? Ez leszarja a lövöldözést. Na fasz! Ilyet sem láttam még. Na! A jó kurva jött be, adjon már valaki egy tankot. He. De most! Menj! Mi van ezekkel? Ezek nem ijednek meg. De miért? Ezek ilyen harc edzettek. Ez se, bazd meg, hát ilyen nincs. A vonat lehet, hogy jó lenne, de abban nem tudok beszállni. Sajnos. Pedig az elpusztíthatatlan... Ezek az ajtaja, így szétadom. Ajtaja is kurva menő. De mi van? Én nem értem, miért nem ijed meg senki? Na most megijedt a lánktól, persze. De ezt elfogadom. Hát ezt nem hiszem el. Nem, mert ez csak nem. Egy gyulladt. Nem, tehát nem az egy gyulladt ki, mert megsérült, hanem hát ez nem is van. Mi van ezekkel? Nem vágom. És az a baj, ilyenkor meg lecsúszok róla. De mindegy, végül is így is tudok közlekedni, csak lassan. Egy tankot valaki... Légy szíves, egy tankot dobjál már. Mert ezekben így fel fogok robbantódva lenni. Vanni. Jó, oké, fagyiskocsi is menő. Adom a fagyiskocsit, de most tank kellene nekem. Ja, lehet, hogy csak akkor... Nem. Lehet, hogy csak akkor ijednek meg, hogyha lámpánál megállnak, ez furcsa. Lehetséges. Ó, baszó. Fasz. Faszos. Nem spawnol egy kurva tank se természetesen. Szokás szerint. Hogy én ennek mennyire örülök? Az elég menő.
De ez kellene egy tank, én úgy érzem, mert azonnal fel fog robbanni abban a pillanatban, hogyha megpróbálom én ezt bármi mesélt, hogy pillanatára felrobbantod. Az a baj, hogy ugye random a fegyverük is, és a faszinak volt egy OP gunja, tehát azt én beszoptam így rögtön. Tehát ez tank kellene. Légy szíves, valaki szolgáltasson itt tankot számomra. Már ha a tank egyáltalán stapabíró, remélem ugyanolyan stapabíró, vagy rendes tank. Valaki tankot? Tank? Tank? Nem tank? Tanki tank? De ezek az előbb meg kis se látszottunk a tank. Jajajaj. Yeah. Lehet, hogy ezen a környéken van, hogy nem akar spawnolni, rohadjon meg. Egyébként a szállítós volt már egy ideje. Jó, hogy? Na? Ja, jó. Bassza meg. Két vonat is egyszerre. De egy kurva tankot nem bír adni. Adjál már tankot, testvérem. Szarjáték töröld le. Azt kenne. Az ott egy az ott egy hajó. Ez az rózsaszín perenniál, ez kenne igazából, de... Hát... Ez nem lesz az igazi. Autóból kell lőni, minden áron úgy tudom. Mondjuk itt tudok olyat, hogy despawnolok, tényleg. Ezt is felejtettem. Hát ha kapok egy tankot. Állj már meg! Most már nem akar despawnolni. Tankot. Tankot. Az meg! Ó, tank! Vá, elsőre. Remélem pisztaf és nem tudom megállítani. Na, mit csinál? Hogy én már el is felejtettem közben, mit keresek. Na, már én is majdnem. Ez remélem kibírja. Ennek elvileg golyóállónak kellene lennie. Ó, viszont nem lángszorú álló, az tény. Meg molotov. Ó, basszad meg nem lopás álló. Ajjaj. Ne, hagyja meg neked, hagyja meg neked! Viszlát! Az igen! Így kenne, igen. Így, csak így meglebeldezem őket. Ez nem biztos, hogy működik mindig. Ó! Oh, hello! Egyébként? Lángszorója van, persze. Mi más lenne nála? Egyébként? Még 9-et kellene megölnöm. Milyen kedves lenne, hogyha nem adna a végtelen lőszert elszegülőt. Aha, azt adnám. Ó, lángszorúja van! Jó van, nem robbant még fel. 4-et kell még. Hú, bassza meg. Hogy beszaggatod, mi a fasz? Az igen. Annyi sok szart leszpánolt, hogy beszaggatott a játék. Meg kettőt keres, kész. Ez az! Hú! Elsőre, na. Meg lett. Király. Éppen csak. Nem is volt close call egyáltalán az a hely. Hello, Scene 76. Oly. Jön pót kívánnak. Lehet, hogy kenne kis életerő. Minek? Nem tudom. Csak felvágni vele, tehát, hogy legyen. Lehet, hogy megnézem itt ezt. Itt van egy ilyen pick-up, hát találok valami jót. Például gránátot. Tehát itt lenne normális esetben páncél, életerő. Na most egy darab pisztolylőszer lesz. Ó! Oh!
Hogy mondod? Ez nem... Nem... Nem jött össze. Én nem tudom, hogy ez... Erre nem számítottam. Ez is megölne, hogyha erre ráugrok? Ó, köszönöm, Istenem, 76, nagyon sokat dolgoztam vele. Igen, és Dead Dodorról azt kell tudni, hogy így ülnek benne. Hát én is így szoktam repülőgépet vezetni, ez teljesen normális. Mindenki így szakadt. És feldugod az ánuszodba a farkát a repülőgépnek, aztán mész. Kimondottan olyan... Fasz. A rampage-ek azok gondolom nem változtak. Igen. Azt nem lenne szabad megváltoztatni. Itt lenne egy életerő pickup, a shotgun, oké. Okay. Itt lenne egy páncél, meg egy... Páncél, meg egy... Nem is tudom mi a másik hirtelen. Azt hiszem igen, AK. Helyette van rakétavető, meg lángszóró. Hát, ez nem pont erre számítottam, de jó, oké, rendben. Most ez van. Ja, attól függetlenül még kellene nekem egy kis életerő talán. Nem, csak kétszer kellett beróbálni. Csak sokáig tartott, amíg találtam tankot. Hát, ha most lesz a kórháznál. Egyszer esküszöm, volt a kórháznál életerő. Hát, igen, most pont, most pont nincs. Nem, az a rendőrség volt. Nem. Mert itt kettő is van. Ó, három! Ó, rendőr, jégkrémes kocsi kell. Fagy is. Nagyon sok, egyre több HP-d van. Itt van még két, vagyis itt még van még egy pickup, ez egy Brimestar pickup, megnézem, hogy hát, ha életerő. Egy száraz kutya szar lesz. Egy pisztoly, hát majdnem igen, majdnem eltaláltad. Hát végül is. Borulj fel! Van itt még valahol valami pickup? Talán itt nincs egy esetleg. Valami. Nincs. Fasz. Hát bizony. Ez egy kellemetlen helyzet. Az a gond ebben a játékban is, hogy mentesz, attól még nem töltődik fel az életerőd, nem úgy, mint a Vice City-ben. Meg a San Andreas-ban. Tehát azzal nem lehet megoldani. Ez a szopás. Azt hiszem talán kapok páncélt, hogyha beszállok egy savatos autóba. Remélem fáj. Ez az. A tudás, meg az évek. A tapasztalat. No. Megyünk, és... Telefonos küldi. Ott itt adok. Ez milyen poén volt, hogy így az utolsó küldetésen spawnolt pont egy dodo, amire szükségem volt? Dodo. Zseniális. Igen, és azóta is szopott a játék a spawnokkal. Igen. Itt akkor ott kijátszottam magát, az jó van. Na mi lesz ez olyan? Turizmo? Akadályközeleg, a buta ember meghátrál, Akkor bátran szembefordul vele. A Kolumbia kartel semmi veszi az ismétek kérésünket. Ezt lehet, hogy elcsesztem. Ja, ezt nem kellett volna. A picsába. Most mind lehetek szerezni páncélt. Egy idő után ismétlődik a turizmó küldetés, és most megint elkezdte azt a küldést, amit már egyszer megcsináltam. De nem tudom, kiszámolítod, hogy most mennyi van. Ráadásul még mindig ugye kijelzés, akkor azt hittem, hogy meg oda is menni kell, de nem. Hát, mentőautó. A tűzoltóság helyén van egy mentőautó, tök jó. Összekeverték például. Rossz helyre szállít. Ott is van egy! Azt is ellapom. AliExpressről rendelt. Ott is van egy, azt is ellapom. Állj meg! Ne! Nekem ez kell! Bezd meg! Ne! Add ide. Mert add 20 HP-t. Öld, Balas. Nem. Csak, hát jó. Csak gondoltam. Erre várták, 69 jön a hátam.
Megint mehetünk venni egy hajót vagy kettőt is akár az autószalomban. Ha szétbasszod a kirakat, megint ki... be... Nem, a hajó bassza szét a kirakatot magától. Jó, azt hittem, azt te voltál. Nem. Az menő. És most nem, most ops. Miért nem? Ó, ott is savatos, ellopom. Legyen pánkélom. Hát, hogy nem lesz olyan egyszerű. Egyszer. Köszi. Egyszerű volt végül is. Csak el ne kapjanak. Ő. Jó, oké. Minden fasz. Mondjuk jó-jaj küldetést csinálni. Jui. Ez a tánc eléggé durva. Erőszakos. Ó, megint csörög ez a szar, akkor mégsem csinálta meg az összeset, miért fasz? Huh. Mit hagytunk otthon? Luigi mondta, hogy adjam ezt oda. Úgyhogy, messze, fog. Az a gudgyis könyv badár. Egy új anyag került kezünk. Amúgy tényleg. Valami buzikfejű bepróbálkozott ezzel a szarral a és tartom ott a láthatatlan cetlit. Te pedig, próbáld ki az ütődet a mocskos pofáján. Aztán vedd el a kibaszott kocsiját és festett át, ez lesz a fizetség a szemtelenségéért. Azon az arccal hogy lehet olvasni amúgy? Tehát így kilát belőle? Ez az arccal hogy lehet élni? A bácsi kilát belőle vajon? Mondjuk arra lennék kíváncsi, mondjad. Hát így, hogy random sorrendben játszod a missziókat, olyan, mint hogyha egy Quentin Tarantino filmet néz. És végül is. Ezt eltaláltad. Lehet, hogy a stáblistában benne lesz a neve. Ne lehet, ami előbb-utóbb megérted, csak végig közben nézni az egészet. Jajjaj. Szóval mit kezdtél? Ez egy nagyon jó kérdés. Ja igen, az, hogyha vajon, hogyha felszedek egy random bármelyik rampage-et, akkor az ugyanaz a rampage lesz vajon, vagy valami teljesen random és így kirak máshova, hogy itt töljél embereket. Hogy bead egy küldetés. Az csak nem. Ezen én is gondolkoztam, de nem jöttem rá, tehát... Ó! Oh! Csak most vettem észre, hogy ez nem csak egy hétköznapi manyana, ez az a manyana, ami van a... azon a küldetésen, amikor abban van ez a faszi. Értem. Akkor benne van a csomagtartóban a halott fasz, és azért is van vér a csomagtartón. Most ingyenes. Értem. A ez nem is egy rossz kérdés, tényleg ezt majd meg kellene nézni, hogyha majd oda kerülök. Most is majd lesz egy küldetés hamarosan, ami mondjuk a Grand Theft Auto-ról lesz, vagy valami ilyesmi, és akkor majd megnézhetjük a repteret, hogy hogy néz ki. Ja, vagy nem. Remélem, hogy kurva nagy hajó lesz a repülőgép helyén, és így próbál felszállni, így azért végig súrolja az egész. Hogy igászi nagy tank. Aszfaltot. Ja. Ez volt az utolsó itt telefonos küldetés innen. Ó, élet! Ez amúgy ténylegesen health pickup itt, tehát ez most random health pickupból ténylegesen health pickup lett ott. Tehát lehet az, hogy ténylegesen azt kapod meg, ami ott kellene, hogy legyen. Az előfordulhat, ops. Most ez mi lesz? 6 és 14 között a picsába. Nyilván. Ugye be? Akkor megyek Tony Kiprianihoz, azt hiszem. Még nagyon az elején járok egyébként. Ez olyan furcsa belegondolni, hogy mennyire az elején járok a játéknak, mert már egy csomó küldetést megcsináltam én későbbről, és csak így most esik le, hogy ja, hogy én még csak azért nem járok, még csak most csinálom a Tonynak a küldetését, meg a Joynak. Pedig már megcsináltunk mennyi minden szart. Ja. Olyan bizarr érzés. Olyan, mint hogyha már játék vége felé járnék közben, meg még csak az első sziget, amelyek még mindig. De úgy tényleg olyan. Meg hogy már voltál csomószor a többi szigeteken is. Ja, mint például most. Nem, most ja. Nem. Jó ember! Szalvador már ide csörgött! Nem nyit ki az ajtó. Jó ember! Ó! Ez a küldetés, ez itt konkrétan ennyi. De ismersz, többet kapsz vissza a ez csak egy átvezető. Ha megvan a légy, gyere vissza!
És nem nyílt ki valamiért az ajtó, ahol látnánk egy bot. És így ennyi. Ez volt a küldetés. Ez jó volt, nekem ez a kedvenc küldetés. Na itt a normális küldetés. Zúzzuk! Ezt a kicsikét még fel tudom robbantani, de a fejüket... Az ajtó nem tudom, miért nem nyílik ki. Nesze, robbant szét vele a fejüket! Ez valahogy nem stimmel. A gyomtól én nagy rákot kapok, és köszönöm, amikor véletlenül elindítom küldetés nélkül, és akkor kiírja, hogy Mission Past, és akkor meg kell várnod, amíg kiírja, hogy Mission Past, és így minden egyes pillanatában szeretném minden jobban meghalni. Még egyet kinyitottál? Jól hallottam? És oda? Még egyet kinyitottál? Jól hallottam? Mit? Vagy tűszentettél, vagy mi volt ez? Leraktam az első vizes... Jaaa! Az olyan hangja volt, mintha kinyitottál volna valami energy drinket, vagy valami. Sajnos, hát mondjuk nem sajnos, mert... Hát amúgy nem vagyok nagyon jó önkontrollom. Nincs. És... Tehát, ismerős. Hogyha tartanánk itthon energiaitalt, akkor valószínűleg az lenne, hogy, hogy nem lenne. Egy nap alatt beszlopálnám az egészet a gecibe, aztán sírnék, hogy miért kellett. Igen. Ez mindig így szokott működni. Igen, ez a... Jaj, de van itthon ez, és akkor 5 perc múlva ilyen majszos a szállás, a picsába már nincs. Amúgy igen. Viszé, valahol tárazban mi akar csak és vettünk 6,5 raklappal. Ezt most nem fogunk kifogyni belőle, és így 4,5 óra múlva. Igen, igen. Pontosan. Most pedig szűnjel. És ezt mindig eljátszom. Nem, már másfél órája azon gondolkozok, hogy amúgy kéne inni kávét. Nem tudom, mikor fogyott a monsterem, de azóta. Csak olyan jó itt feküdni. Ja. Oké. Okay. Sinyi faszom, ki kell menni. Ki kell menni a hűtőbe. Ajaj. Hát ezt elkutat. Hát ezt el. Azt kell, hogy mondjam, el. Mert úgyis ide jövök, elvileg, nem? Igen, nem? Tudom. Jaj, ne! Ja, várják, jó, akkor nem is mentett az után, vagy mi a fasz? Ó, akkor, ja, akkor az után a küldetés után mentett, gondolom, mert nem volt Mission Pass. Misszió, passzió. Misszió, passzió. Ó, oh, ez felgyulladt! Oh. Hogy mondod? Mondom, addig nyújtózkodj, amíg a tarkód ér. Jaj. Mert miért nincs autó egyébként? Kenne, hogy legyen egy autónak lennie, vannia. Elviszik azt. Nem. Elviszik ezt. Nem, ez lassú. Atakon sektiten. Hogy mi? Mondom, Atakon sektiten. Igazából. Ó, ezt elviszik. Miért tudod ez a rendőrség? Mindegy. Hát azért, mert maszk van rajtam. Oké, szájba. Szájba. Nem tetszik nekik, hogy... Maszk van rajtam, azt hiszem. Lehet, hogy azért. Ja, azt hittem azért, mert rasszisták. Ja, vagy mert bankrabló ruha van rajta. Hát az is lehet esetleg. De nem vagyok benne biztos. Hát
pördöm sem. Nyírunk ki pár mocskos diablót. Oké. Okay. Értem. Pördömség, na várjál. Hogyha... Mert az a volt a baj, túl magas volt ott a jármű, és ezért nem tudtam kinyírni azt a faszit a jármű mellett. De végül is, hogyha belekezdeném, technikailag akkor egyszerűbb lenne, nem? Így jól kell kire. Ó, bazd meg, gránát! Az nem volt túl, nem volt túl szerencsés. Megyek fel, megnézem, hogy kinyírtam el. Igen, ez problémás, tehát hogy ezeknek ugye másfajta fegyverük van, így random. Nem halt meg. Aha, kinyírom. Csak ne vigy rakétavető legyen nála! Mi az, láng szorul? Nem tudom, mindig. Remélem. Meghalt, meghalt, sír. Jó van. Betegedtem a cuccaikat. Ó, bazd meg, erre diszpanom minden. Természetesen. Van egy olyan érzésem, hogy ez a játék nem kimondottan kedvelt, igen. Az lehet. Hello, st 4 3 3 Jön pont kívánnak. Titanic. Elsüllyedt a geciba. El lehet. De lennék most az a hajó. Ó. Oh. Hát ez... remek. Kettő is van. Szabadtól egy gyűlést hívesz? Jaj, ne. Megint itt. Már csak egy tetves sűrhe. Megállapodtam velük kétszer is, de ezek a faszok meghátráltak. De most majd rendesen megtanulják a leckét. Rohadtul csatlakoznék hozzátok, de még 3 hónapig próbaidőn vagyok. Tudod, mire gondolok? Menj és találkozz a kis tesómmal, ő majd megmutatja neked, hogy hol lesz a kis tesómmal. Menj neki a tanknak. Nem. Viszlem. Azt hittem hirtelen meg ilyet is megcsinálom. Jó! Belehajtok. Te már ide szólt, de nem sokat nézek ki belőle. Várjál, ez nem baseball ütő. Oké, van nálam baseball ütő. Ezt mondjuk jól látod. Csak az, hogy baseball ütőt kell használni ezen a küldetésen, és mondom, van nálam, mert hogyha nincs, akkor most lehetek keresni. Szerencsére volt. Ott mi a faszom történt? Hát, szépen, bum, bum, big bum. PS2 az eredeti platform, úgyhogy szerintem PS2-n éri meg valószínűleg játszani mindegyiket. De hát mindenki azon játszik, amit csak akar. Bánom én. Meg amit tud. Ja. Ez meg ott. Ah, itt vagyunk ennél a küldénél. Hát akkor meg is csináljuk felőlem. Csaj kísérés. Courtney, a járdi kommandómnak kéne egy jó sofőr is, neked elég jó híred van. Menj a stadionnál szemben lévő területre és várd meg a többi jelentkezőt. Stadionnál szemben? Ilyet szerintem nem mondom. Figyeljenek. Aki elsőként éri el az ellenőrző pontot, annak bling bling, utána indulás a következő. Bling bling. Hát ez az a gondod, hogy ezt a pegyféle magyarítás alapján csinálták. Most nekem mit kell csinálnom? Ja, ja, jó, oké, ez a bling bling strömle. Oké. Készülj a versenyre, és vele a herpeszre. Ja. Mármint nem. Megmentjük a világot a nemi betegségektől.
kezdek egy rákot kapni, úgyhogy még esetleg egy küldet megcsinálom, és akkor... Már növelöm a streamet. Gyerünk, baszki! Gyerünk, baszni! Miért nem az oldalra írva? Amúgy. Nyugos. Az... Hú, 60... 6... Hogy mentett? 67, 669 dollárod van. Ah, ez az. Valahova el kéne költened még... 1003 dollárt. Vagy... Szereznem kellene... pénzt. Mi? Izé. Mi? Hol vagyok? Milyen nap van már? De miért? Mert gondolkoztam rajta, hogy lenne 69, aztán rájöttem, hogy nem lehetne, mert ahhoz kellene sok pénz. Az kellene, hogy 600 ezer, valahány ezer, úgyhogy az annyi nem lesz. Igen, az kellene több pénz, az 600 ezer, ezer kellene, és az annyi nincs. Nincs lesz. Jaj, geci, ezt most nagyon váratlanul ért. De most valahonnan lett pénzed, és most elkúrta. Jaj, picsába. És ezt nem nyerhetsz. Alig várom, hogy az utolsó checkpoint előtt neki menj egy tanknak. Vagy egy tank nekem jöjjön. Azt mondod, hogy vagy egy tanknak. És hát vagyok ő is. Jaj! Anyád, ez nagyon nem akar összeérni egyelőre. Mint mondtam, ugye a végjátszásban is ennek a küldetésnek az a lényeg, hogy random jönnek le a checkpointok, és akkor minél többet kell felszedned. Ahogy a kurva isten faszát, ezek most nagyon megy nekik, nem tudom miért. Általában nem szoktak ilyen ügyesek lenni. Ó, az neki fog menni a tanknak! Vagy nem, vagy én. Azt hiszem nyertem, jó. Szerintem meg, ja. Bazd meg. Üpp. Mondjuk azért ez érdekelne. Jó! Ez... Jó. Oké. Rendben. Ó, még mindig fel tudom szenni, mert balfaszok. Há! Nyertem. Ó, és itt ők autóval. Nice. Fasz. Na, hát az ajtó. Itt nem hiszem, hogy le tudok jönni. Ezt megpróbáltam. Gyönyörű. Jó, gránát van nálam, azt nem kellene, hogy legyen. Mindig szerintem... Ez ugye első résztünk bőven. Faszáztam, majd még folytatjuk máskor. Ez a végére, ez így kellett. Úgyhogy...
köszöntöm a figyelmet, és a vörös lámpás negyedben találkozunk, sziasztok! Jó napot!